Szóval az a kérdésem, hogy amikor annyi ismeretet kéne összeszedni, és ha végre vannak könyvek, akkor az a kérdés, hogy az Zicsin szabad kövüves? Ez egy válasz, hogy meghallgatok egy kétórás videóra? Eddig jut? Kell annak 20%-nál nagyobb tárhely a fejébe? Ha nem kell. Hát figyelj, állítom nektek, hogy a legtöbb szép iroda, amit olvasunk gyerekkorunk óta, az mind valahova be volt kötve az összes író. Különben nem is kaphattad volna meg. Tök mindegy, hogy te kit olvastál. Mindegyik be volt. Így olvastad, hogy ki volt az? Így olvastad, hogy kinek valamiért kaptad meg? Így gondolkodtál, hogy hát azt nem fogom elfogadni, azt nem olvasom el azt a mesét, nem fogadom azt a regényt, nem fogadom el azt a technológiát, nem fogadom el azt, mert az oda tartozik. Hát ami ez a motiváció elég ahhoz, hogy elutasíts mindent, addig a 20% is sok. Ez 1%-ba se fér bele. Minek? Hát nem azt kell benézni, hanem azt kell nézni, hogy van egy információ kitéve, és a filmekre is föltesszük ezt, akkor nem menjünk moziba. Hát minek? Hát majdnem biztos, hogy mindegyik valami társaságnak a története. Hát minek mész moziba? Hát nem kell moziba menni. Hát minek? Hát minek ülsz egy kocsiba? Az meg egy szabadkőműves társaságnak az egyik produktum az egyik gyárában. Tehát így megközelíteni az életet? Na baj. És akkor nem teszem föl azt a csoda kérdést senkinek, hogy a szabadkőműves meg az illuminátus is egy mert a hasonló szabadkőműves illuminátus csoport volt, csak más volt. Mert ők a jelkép és szimbólumrendszert nem akkor alkották meg, hanem hozták át. Az, hogy most hova fejlődik, meg mivel, ez egy más történet. De valaki így gondolkozik, hogy én nem tudom elfogadni igazságnak, mert ő írtam, ez az volt. Hát akkor eléggé nehéz helyzetben lesz bárki, mert ma akkor semmit nem fogadsz el, mert minden, először azzal hozzáteszem, hogy meg kell vizsgáljam, hogy hova tartozott. Nem. Vizsgáld meg az információ hátterét, a tartalmát. És azzal neked van-e dolgod, a tartalma van. Nem az emberrel van dolgod, az információval. Hát tőlem a mit tudom én, milyen valamelyik pártnak az első embere azt mondaná valamire, akkor nem azt vizsgálom, hogy melyik pártnak az embere, hanem az információt vizsgálom meg. Vagy valamelyik hívjuk vallás vezetőnek azt mondaná a pápa, hogy nyilvánosságra hozom, hogy ez meg ez van. Akkor azt fogom mondani, hogy a pápa nem fogadom el, mert ő a katolikus egyház. Nem, az információ közül. Az engem nem érdekel, hogy mi. Az ő dolga. Az érdekel, amit közöl. Amit meg közöl, abban meg van dolgom. Ha van dolgom, akkor azt hiszem, megnézem. Mi a dolgom ebben? Rengeteg olyan, ilyen majdnem, hogy súrolja a valóságot, de ilyen sugallatos cikkek jelennek meg. Rengeteg van mostanában. Rengeteg olyan videót belehallgatok, amiben nem tudom, hogy az honnan szedi, de jó az információ. Jó. Tehát egyre többen kezdenek bele valami, amiben ő önmaga valamit megpróbál elmondani. Lehet, hogy nem tud tökéletesen minden, nem is kell, én sem tudom. Senki nem fogja tökéletes mondani, azért, mert ha tökéletes lenne, akkor már nem kéne elmondani, mert te is tudnád. De az valakinek el kell kezdeni elmondani. Az nem kérdés, nem? Valaki mondja már el. Mikor beszélünk arról, hogy itt mi lesz két év múlva? Kéne beszélni róla, mert eléggé. Azt lehet észrevenni, hogy eléggé csomagoltatják a klientúrát is. Elpakoltatják 86 éves korában, ugye? Hol van az örök élet? Van, aki szörnyűbb életmódban 100-ig él. A csodatevő meg 86-ig. Értitek? Ha most azzal megjön az a másik, hogy a reptiliánokról beszéljek. Hát te magadban is van. Akkor beszélj magadról egy kicsit. Nézd meg a genetikát. A genetikában ott van 20-23 ott van. Benne van a reptilián, csak úgy szól. Benne van. Nem csak a humanoid. Az van most döntőben. Humanoidot alakítják át. De van benne genetikában a reptilián. És miért lehet benne vajon a reptilián? Hát mert volt idő, amikor azok uralták ezt. De volt idő. Az van benned, amit a bolygó átért. És miért van benne annyi faj? Mert alkotói. Valaki azt hiszi, hogy ez egy kitaláció? Hát kérdezik ezzel kutatni. Hát én odaírtam valakinek, hogy bizonyítékot adjál erre.
Hát a bizonyíték akkor lenne, ha ne kezdődik keresni. Ha otthon ülsz és így ad a bizonyítékot, hát ugyanaz a bizonyíték lesz, amit kapsz a tévé. Hát nem, mert én szerintetek miért utaztok? Nagyon sokan úgy, hogy olvastok, kerestek, gondolkodtok, átlapoztok mindent. És biztos vagy benne, hogy az elején az idő 90%-a fölöslegesnek látszik. És megy az idő, és egyre több információ van, hanem inkább az a 90 megy lefele. Aztán egyszer csak eljutottok oda, hogy majdnem mindig eltaláljátok. A könyveknek ezért van marra fontos szerepe. És nem az, hogy kiírtam, még szabadkőves. A könyvben lévő információ közelebb visz egy újabb irányba. És mindenkinek ez lesz a feladata. És a mostani emberiség, ha visszagot tudna nézni, hogy mibe bukott bele az előző, vagy mi volt a célja ennek a genetikai belegyúlásnak. Mert csak egyet tud, rabszolgásították. De nem mindegyiket. Hát te sem vagy rabszolga. Egy rabszolga Matrixot csinálta 2000 éve emlékek a mesterséges Jákvéval, az egy dolog, de ezt nem 3 vagy 400 ezer éve volt. De arról nem írna. Mit látsz ma az Éden helyen? Sivatagot. Erről beszéltem azt hiszem a legutóbb is, hogy a Babilon függőkertjére nem az jut eszedbe, hogy sivatag vagy olyan, mint ami most van, nem? Abban minden egy gyönyör, meg szép. El se tudja képzelni a mai ember ezt, tehát el se tudja képzelni. De mi megjön azon, aki a 3 meg 5 méteres magasságon, hogy elképzelni. Én azt szeretném, hogy mindenki, amikor az megjön, telepátikusan tudjon vele kommunikálni. Mert fogsz tudni. Fogsz tudni. Nem az a kérdés, hogy fogsz-e tudni telepátikusan, az a kérdés, hogy akarsz-e és félsz-e. Nem félni kell, hanem merni kell. És ha úgy fogsz rádézni, mert az a csoport lesz most nagy szerepbe, amelyik a visszaállításban lesz érdekelt. És a visszaállítás csak annyi, hogy megszüntetik ezt, ami itt van. Az a rész az el fog szépen vonulni, tehát ezt elviszik, nem rabszolgálnak, mint azért sokan hinnék, és utána újraindítják az egészet. De ez az újraindítás, majdnem, hogy azt mondom, hogy olyan pillanat lesz, mint a Homo erectus. Akarsz Homo erectus-os valamilyen erectus lenni? Elég nagy sansza van az emberiségnek arra, hogy mint a Homo erectus bolyong az akkori új világban. Mindig újra generálták. Mit magyaráztak neked, hogy a neandervölgyi emberből lettünk, meg a mit tudom én milyen... Hát mindegyik valahova került. De sokkal jobban el tudja fogadni ma az ember tényleg az, hogy azt el tud jobban fogadni, hogy te egy bajóból származol. Ez nem lehet vitatkozni, mert több évtizede, hanem egy évszázada, amit Darwin bedobott meg a térbe, hogy ajomtól származunk az evolúció fejlődéséből. Mint abból, hogy volt már egy humanoid, amely nem majom volt, csak ő akkor már egy olyan korszakba lépett, hogy az itt maradt volt. Az előző emberiségnek ő volt a maradványa. Valószínű azért, amiért most az ötödik emberiségnek is ő lesz a maradványa, és ugyanolyan erectusként fog, ha erectusnak hívjuk, mint azt most hívtam. Miért nem csinálnak filmet a Homo erectusról? Rajzok vannak. Rajzok vannak. Minden törölve lett. Teljesen alapszintre ment vissza. Teljesen természeti szintre ment vissza. Ősközössége. És pedig előtte tudjuk, mert ugyanarra meg ott vannak minden, hogy itt azért van nagyon komoly civilizációk voltak. Annyi civilizáció volt, miért nem találsz semmit is? Miért minden csak romba van? Mert nem tudod miért fölfogni. Bármikor én nagyon sok olyan képet megosztok, amiben én is néha hezitálok, hogy az kell-e az a kép, de azt gondolom, hogy kell. De van olyan kép, amire azt mondom, hogy azért osztom meg, mert nagyon-nagyon fontos kép. Hogy például volt az, hogy áll egy nem humanoid, de oktat éppen ott ilyen hosszú fejűeket. Olyan egyiptomi feelinges volt nekem. De az volt nagyon jó, hogy lehetett látni, hogy annak volt kisugárzás a képnek. Tehát amikor a képet megláttam, ebben a pillanatban nem maradtam a képben. Ha egy képet meglátsz, és ezért nagyon fontos, hogy az ember képnyelven tudjon beszélni, érzékelni a képnyelv. Ha bemaradsz a képben, akkor ne keverjél, várj egy picit. Kapsz hozzá információt. A más nem az, hogy az első az, hogy érdekesség, meg hú. Várj még egy picit.
Ne címkézgesd, ne ítélkezzél meg, ne mondj semmit. Kapsz információt, hogy és ha véletlenül az az információ, hogy ha magad látnád ott, akkor mi van? Az annak, hogy történetet nem fogja tudni csak azt beszélni, aki élt abba, vagy aki ismerte. A többi mind könyvhajház. A könyv az pedig annyi, amennyit ő addig megengedtek neki benyomtatni. Azt tudja élni. És nagyon-nagyon sokan fognak nem soká még ebbe bekapcsolódni, akik éltek. Akik tudják, hogy nem hülyeség, csak nincs az a lehetőség, hogy meg tudjon szólalni, ahol megszólalt, az a közösség, ahol lehülyézik. Nekem írt valaki, hogy engem már sokszor, nem engem, hanem ő, sokszor megkülönböztették, meg címkézték, meg biztos bolond vagy, és tudjátok, mit írt nekem most rá? Hogy üzenetet kaptam, Miklós, hogy Mardik köszönik azt, amit te most csinálsz. Soha nem volt a srác velem. És ő előtte írta, hogy ez, és hogy ez, és hogy ezt csinál, meg ezt csinálja, és azt mondom, szeretnék átadni egy üzenetet, Marduk üzenik, köszönik, hogy segítesz neki. Hoppá! De van érdeke benne? Vagy népszerű akar, ide akart ülni, vagy mi? És én csak, jó. És akkor elolvasod a fölsőt, meg az alsót. És hogy őt bolondnak nézik, meg de bolond nem ilyeneket beszél, meg amiket ott írt, az nem a bolond beszél ilyen. Csak akkor, ha bevitték, azt nem tudnak erről semmit. És a bolondok házában állítom nektek, tehát a pszichiátriáról beszélek, bemenni, és leüldél beszélgetni, és nem ültnének ki, vagy mi ötnék tele tolják mindenféle nyugtatóval beszélgetni, akkor lehet, hogy sokkal többet megtudnál az előző civilizációkról, meg ami jön. Mert ő adóvevő, és az ő idegrendszere sokkal érzékenyebb, mint az, aki őt tartja ott. Az egy letompított tuskó, ő pedig rezeg. És ő van szedálva. Ha azt hagynák, hogy adnának neki papírt, hogy írd le, és azt néha komolyan vennék az emberek. Csak annyi. Sokkal több mindent megtudnának arról, hogy mi van, mi volt, és mi jön. Amikor engem így odaírja valaki, hogy az jött le, vagy az nagyon más. Amiket ír, az egyértelműen nem bolond. Az egyértelmű. Tehát a pszichiátria, tehát nem az, aki lealkeszhozta magát, és teljesen kész, hanem az, aki elkezdett olyan dolgokról beszélni, amit nem tud elfogadni a mai társadalom. Mert azt mondják, hogy te megbolondultál. Sokkal közelebb a mai társadalom az, hogy higgyél politikába, vallásba, vagy valamit marhaságba. Sokan azt lehet, hogy a kézzel, mert ő abban van. Azért hisz jobba, balba, vagy középbe, vagy bent fölbe, vagy ilyenben, mindenféle jelkép vallásba. Ez pedig nem ilyet mond, de elmond olyat, de leír olyat, és ezért érdekes volt nekem. És nem egy ilyen lehet. Tehát ezeken a pszichiátriákon megjelentek azok az emberek, akik érzik, nagyon szenzitívek, tehát annak oka van. És elkezdtek beszélni, hogy nekem mennem kell, mert jön ez. Most gondolod, hogy bemegy egy ilyen helyre, egy ilyen. Hogy jön ez jön, és át kellene adnom az üzenetet, és ez fog jönni. Gondolod, az néz rám, mint az ő, mint egy ökör. Na jó, vedd be a pillangódat. Érted? És ha egy picit figyelmesen lenne, akkor kéne kérdezni, hogy beszélj egy picit, beszélj, és akkor lehet, hogy elkezdem, akkor most mi van? És a mostból, ha kiindul, mert azt legalább érti a mostban. És azt mondja, hogy ez mitől, meg tudod mondani, ez mitől lett ilyen? Akkor azt is megérti a mostat, hogy mitől lett ilyen? És rá tudok kérdezni arra, hogy szerinted ezután mi jön? Na akkor kapcsoltad össze. De onnantól ő már nem bolond. Onnantól már nem bolond. Akkor onnantól nem a pszichiátrián kéne legyen. De akkor mi lesz a dolga a tudósoknak? Hogy elmondja neki egy úgynevezett bolond, hogy menj ki arra a területre, mert ott az lesz. Hogy elhívsz egy ilyet, és azt mondja, hogy hát ez az a, ja, ez volt az a szerkezet, amit itt volgat, és esetül mi az. Ja, ez volt az, és ezzel beszélt az az entitás. Akkor ezért mondtam el, obeliszkek, csak fallosz jut eszedbe. Gondolt, hogy az a civilizáció,
ebbe élte ki magát. Hát az falloszt is tudod csinálni. Akkor nem Obelix-et csinál, aminek antennája van. És egész végén pontosan ugyanott van a zárókő a piramis tetején. És ugyanúgy végződik. Akkor a parlamentükön falloszakkal van körbevakva? Mert a ablak oldalán mindenhol az van. Akkor csopaszka lapul, vagy mi? Vagy mi van? Szóval nem szabad ilyen hülyének venni a dolgokat. Azért, mert ezt akarod láttatni, ezt akarod elmondani, és az is, hogy a Vatikán kertje az nem más, mint egy szexualitása. Na jó, van. Biztos. Érted? Hát a jelképeket, ha nem mondom el, akkor az azt mondhatok, elmondom azt, hogy ez erre jó. Ha nem mondom el, hogy a telefon hogy működik, akkor, és te nem tudsz semmit, akkor arra használod, amire akarod, arra, amiről szól. Így meg nem van a térben mindenféle baromság. De közben meg az adóvevő, és ha annyira hülyeség, akkor azt nem cipelnék át egy, az óceánon, meg ide-oda-oda, nem lenne a becsbe tartja, oda sem megy menni. Akkor nem lenne az, hogy egy Stonehenge-et nem mehetsz oda a kőhöz, mi elveszed, hát több tonnal. Hát azért, mert adóvevő, meg oda valami, annak valami szerepe volt, vagy oda valami érkezett. És annak az, hogy hangolt. Akkor nem lenne egy csomó kérdés arra, hogy mi a kezi, mi az a táska kezi? Mi az? Redikülje? Mi az? És akkor tényleg jogosan fölteszik a képet, hogy nézzek az asztronautának, ami hasonló van. Hát csak nagyságrend, de más, amit ő használ, meg más, amiről majd az jön. És én ezért magyarázom ezt mindenkinek, hogy próbáljunk meg egy picit elszakadni attól, hogy mi az információ, hogy ki lehet az illető, az információ a lényeg. Az emberiség jelenleg, ha nem gondolja végig, hogy miben él, abban él, hogy egy összeúszításban és még az utolsó pillanatban és az utolsó másodpercig is írtatják. 26-tól nem tudjuk, de addig írtak. Nekem nem kell ezt elhívni. Az események egyre inkább egyre izgatottabbak. Érdekesek a napkötörések, érdekes arról beszélnek, hogy újabb napkötörés jön, újabbat regisztrálnak. Most a NASA-nak körülbelül 2%-a jön el hírbe. 98%-a ők fogják, hogy ezt hogy oldjuk meg. Nem azért, mert nem tud vele mit kezdeni, mert ez már túlmutat azon. Mert ha megérkezik az, aki az egész fajra hatást gyakorol bizonyos ciklusokban, akkor azt nem lehet úgy tekinteni, hogy nem lesz. Hányszor volt itt csak a 3600, hányszor volt itt csak ennek az ötödik gyökérfajnak az életében? Ami mondjuk 300 éve lett átalakítva. Hát számolt ki. Hányszor volt itt? Mindig volt valami. Csak bizonyos korszakok vannak kiemelve. Bizonyos korszakokra azt mondjuk, hogy azt úgy megtárgyaljuk. De az alapot nem akarjuk. Nem akarjuk odaengedni az embereket ahhoz, hogy... Mert vannak olyanok, akik adóvevők ma is. És a magyar Kárpát-medence népességének a jelentős része adóvevő. Milyen átalakítások történtek itt a Kárpát-medencében? Erről még nem beszéltél. Már mire gondolsz? Hát mondtad, hogy itt is nagy átalakításokat csináltak az emberek. Tehát itt is történtek beavatkozások. Hát például a nukleáris háború után ide menekítettek át egy csomó dolgot, ami volt a Közel-Keletről. Az mind ide van menekítve. És az a bizonyos tudás is nem véletlenül, mondtam azt, hogy picit gondolkozz el, hogy miket őriznek a szavaim. És én csak azt mondom, hogy ezt a Mardukot azért kezeld egy kicsit másképpen. A Mardukról nagyon keveset beszélnek, és ez elég méltatlan, pedig a magyaroknak fontos szerepe lesz. Ő is élhetett itt esetleg? Ahogy ne jöttem. Te mondasz, mint Nimrodot. Majd most jövő héten itt lesz, aki majd beszél róla, és elmondja, hogy az nem is egy személy, hanem csak egy rang. Nem tudom, mit fog mondani. Nem tudom. De érdekes módon, arról már olvastam, hogy azt be tudták azonosítani, hogy Babilonban volt egy uralkodó, Emmerkár. Így beütöd a nevét, meg is találod, Emmerkár. Ha kiveszed belőle a magánhangzókat, akkor ember kijön ki a Nimród. A más hangzók a Nimród. És mindig azt mondom nektek, hogy nézd már végig, hogy utána Nimród Dagi,
meg Babilon között megy a távolság, meg a Kárpát-medence között. És vajon véletlen az, hogy Vučić kompatibilis Irakkal, meg kompatibilis a Kárpát-medencével? És kompatibilis egész más helyszínekkel, meg Egyiptommal? Ez véletlen? Ez véletlen az, hogy Vučićot teljes mértékig el kell rejteni? Nem könyvek kellenek már, annyi könyv van, és tényleg fog ide jönni majd két olyan ember, aki nagyon-nagyon autentikus lesz. Tehát ők azok, akik ott tényleg elég régen ebben benne vannak. De mégis azt mondom, hogy ha csak ott ülsz a Vučićen, és egyszerűen csak tudatilag belemész a helybe, ezért örültem a Melkizédeknek. Mert a Melkizédek rend adta hozzá az eszközt, hogy a holografikus kivetítése bemutassák, hogy hogy lesz az átváltozása a bolygónak. És a Kárpát-medence népének a feladata. Ezért nem mehetsz oda be. Ezért nem mehetsz be. Hát akkor oda megy a feladatáért a nép. Ti ott voltatok azon az úton, ahol a buszos azt mondta a sofőr, hogy a magyarok, nem azt mondta? Igen. Mi volt konkrétan? Hogy? Jó, hogy itt vannak a magyarok, mert ez nekik kell. Igen. Ott voltunk az úton. Könyven kell ezt megtudni már. Azért már túl vagyunk azon. A helyszínre kell menni, kommunikálni, aktivizálni magunkat. A könyv nagyon jó. Ami nem torzított, ami tiszta forrásból van, nem hamisságból, vagy uverált könyveket, ami tiszta. Az nagyon jó, mert segít abban, hogy esetleg tovább gondolj dolgokat. Minden könyv ezt szétszolgálja. A hülyeség is az, mert tudod, hogy azon is dolgod. Tehát mindegyik jó. De a Vučićnek nem véletlenül nem mondják igazi szerepét. Mi a szerepe? Miért volt ott az a holografikus? Az elején még leismerték én az első kiadásokat, lemerték írni. Holografikus kivetítés. És mi volt a lényege? A visszaállítása a bolygónak, a teljes visszaállítása. Ezt már nem írták le. A visszaállítása. Hogy lesz visszaállítva? Mert ez a bizonyos, amire olyan sokszor van, a galaktikus tanács, amire vannak ez egy hülyeség, nagyon nem hülyeség, hogy van. És a Melkizédek rendre lett bízva. Nem a drumvaló Melkizédek, akivel most beszéltünk, a rendre, amely sokkal-sokkal ősibb, amelyik igazából egy tudást ad át. Az átadta az információt holografikusan az egészet. Arról miért nem lehet kitenni egy képet sem? Azt ennyit lehetett olvasni róla, hogy hát nem azok a szereplők, meg nem úgy voltak az események, ahogy ott voltak még a Jézus. Meg olyan szereplők voltak ott, akik nem szerepelnek az emberiség történelmi, jó történelmiben. Hát meg ki van minden szedve? Hát hogy van az? Akkor kik voltak ott? Hát mi? Disneyland volt lenne? Ha az lett volna, akkor lehetne menni, nem? Hát akkor gondoljunk végig. Tehát egyik oldalon hülyeségnek vagyok, másik oldalon veszélynek, de egy dolgot viszont nem mondunk. Hát nézzük meg az információt. Vegyük elő. Van ott olyan ember, aki ezt látta, hisz Magyarországról is ment oda. Hát többen voltak. Miért van az, hogy az le kell zárni, azt lehet mondani, hogy az egy mit tudom én, milyen érdek, hogy ott az állambiztonsági érdek, nem állambiztonsági érdek, az emberiség jövője ki lett vetítve, hogy mi lesz a következő. Mi az a feladata? Hogy lesz helyreállítva a bolygó? Hát egy. A Melkizédek rend. Most a Melkizédek rend, én úgy tudom, azért nem nagyon volt kedve a társaság. Az utóbbi időkben. Nem volt kedve a társaság. És az emberiség pártján volt. Tehát és ezért tartom nagyon veszélyesnek úgy gondolkodni emberként, tehát humanoidként, hogy én egy kiváltságos vagyok, meg én mit tudom, nem. Te egy kreátum vagy, egy teremtmény vagy, egy ugyanúgy összerakott teremtmény, mint az, amíg te lenézed, mert drakonit, mert belőle egy ilyen. Tehát kérdezem mindenkitől, ha nem lenne benned más vér, tehát más genetika, nem vagyunk abban biztosak, hogy az a genetika, ha nem lenne benned, akkor te alkalmas lenni a jelenlegi életet megvédeni. Lenne például benned, vagy nem lenne benned egy ilyen keményebb vonal, akkor te nem tudnál küzdeni az életbe feladatokért. Ha csak egy kis lájtoska vagy. Minek a hüllő agy. Igen, mert mindegyiknek szerepe van. Tehát azt mondani, hogy a hüllő, meg egy reptilián, valós.
Mert mindegyiknek volt jó, meg rossz része is. De a jó részét a vett csak ki. Azok azt mondja, hogy túlélő volt. Nagyon nagy túlélő volt a reptilián. A mai civilizáció között is ott van. Hát idősebb, mint a humanoid nagyságrendekkel. Hát a bolygónak ők voltak az első számú lakói. A humanoidot betelepítették, mert ez egy olyan bolygóvá lett. Átalakítva a humanoid fajt itt lehet kifejleszteni tovább. Miért kell megsértődni a kifejlesztés szó? Miért? Azt hiszik az emberek? De persze, hogy azt hiszik, mert nem tudnak semmit. Mert elven minden, azt hiszik, hogy most vannak a csúcson. Nem, most vannak a legnagyobb sötétségben. Most vannak a legnagyobb sötétségben. Azt hiszi valaki, hogy a humanoidot azért fejlesztették csak ki, hogy ez legyen. A több milliárdos faj, több milliárd év. Az Anunnakiknak megvolt a szerepe. Nekik az a dolguk, kozmikus szerepük, hogy ezt a fajt állandóan valamilyen szinten tovább kell fejleszteni. Az, hogy van egy családtag, van egy csoportja, amelyik ezt ki akarja használni, és csinál belőle egy ilyet, és utána ez odafajul, hogy az egész teremtményt ki akarom írtani, mert ez van ma. Ez van ma. A JHVA mesterséges intelligencia és az ENLIRI program nem az akarja csak a bizonyos csoport, az egész fajra kiterjesztette ezt. És szerintetek ez helytelen, hogy ezt nem hagyják. És az emberek csak várják, hogy a háború majd megold valamit, vagy a háború nem old meg valamit. Ezt már nem az ember tudja helyre rakni, azért, mert az emberiségtől már minden le van véve, és marha kevés az idő. Ezt kozmikusan lesz helyretéve, visszatér kozmikusan a rendezés. És azt így fog a bolygó menni előttünk egy évig. Semmit nem fogsz érezni, csak azt a marha nagy vibráció, és az, hogy tele leszel, és az a legfontosabb, és az egybítésnek is csak azt kívánom, hogy megérje azt az érzést, hogy valami van benne, és kezdjenek gondolkodni. Kezdjenek kommunikálni, az intuíciója tud kommunikálni. A belső látása ott van, csak itt van tompa. Nyissa meg a kommunikációt. Lehet, hogy nem lesz harmadik szeme, de érzékelni tud, és fogja tudni, és mindenkinek ugyanúgy vissza fogják adni. És a faj visszakapja azt a képességét, amire átalakították, amire tovább lehet lépni. Hova vigyék tovább ezt a fajta jelenlegi állapotot? Hogy építsenek felhőkarcolót egy bolygón? Vagy atomrakétákat? Vagy mi? Hova? Vagy pénzgyárakat? Vagy mit? Mérgezett élelmiszergyárakat? Vagy öljék az állatokat? Gyújtsogassák a növényzetet? Hova vigyék így a faj tovább? Őszintén. Ez egyértelműen arra van, hogy a megsemmisítés lenne. De nem kell megsemmisíteni, mert az, aki ezt csinálja, mint program, annak a Matrix programja van be itt. És képesek az emberek ezt a Matrix programot addig éltetni, bele nem pusztulnak. Hát pedig bele tud pusztulni, mert nézzétek meg, mennyi ember távozik. És nem veszi észre, hogy ez ő az oka. Belemegy olyan játékokba, amit itt az évek alatt csináltam. És érdekes módon van, aki ezt érti, és az volt évekig kisebbségben, meg lehülyézve, meg mindenféle ledegradálásban, aki értette. Ma a Sziátrián van az, aki üzen, hogy Marduk és a csoport köszöni, hogy közvetíted őt. Ő van a Sziátrián. Azok az emberek, akik az elmúlt években meg lettek bélyegezve, hogy nem voltak hajlandók bizonyos dolgokra belemenni be az őrület éveibe, ugyanúgy meg voltak bélyegezve. Nem voltál a Sziátrián, de nem is mentél sehova. A te Sziátriád az otthonod volt. Hát, ha észreszélsz és fölvállalod azt, amit mondok. Te úgy voltál vele, hogy elkezdtél gondolkodni. Elkezdtél lecsöndesedni. Biztos vagyok benne, hogy igazán fejleszteni magát nem külsőleg fogod, belülről. Külsőleg kapsz egy információt, de belülről fejlesztesz. Ha valaki azt mondja, hogy téged egy guru, egy mester fog fejleszteni, akkor nagyon-nagyon elcsúsztatod az életedet. Nem. Te magad fogod fejleszteni. Te magad fogod megélni azokat a mondatokat, hogy fantasztikus időszak ez, és ne azt lássuk csak, ami 99%-ban vált, hogy háború, szenvedés, nyomor, mérgezettétel, ez az, most éppen milyen szarra akarnak megetetni. Mert nem ez a létezésed. Teljes genetikai paletta ott van benned, nem ez.
akkor fordítsd át a gondolkodást arra, hogy miért van benne mennyi. És akkor az a kérdés mindjárt értelmet nyer, hogy miért csak 20% aktív már akinek. Mire volt szükség a 80-ban? Miért? Hát én nem lesz akkor gombos tűfeje. Amellett, hogy azibban is lehet annyi, mint akár mekkorában. De nem tudsz elhinni azt, hogy te voltál 5 méter, meg 3 méter, meg az akkora, mekkora. Nem azon kell gondolkozni, hogy te nem ismered, és itt kezdődik az igazi gond, amit én nagyon sokszor látok, hogy az emberek csak nem tudják elfogadni, amit lát. Na de hát az meg marha kevés, mert azt meg nem igyekeznek, hogy ne lásd. Hát ha én abból indulnék ki, hogy minden csak azt fogad, amit látok, akkor nem, nincs értelme beszélgetni. Van lehetőséged? Nincs. De belső látásoddal, belső intuícióddal nagyon-nagyon sokat, a megérzésünk olyan dolgokra hoz fényt, elkezd olyan utakra ráterelni, hogy elképesztő. Hogy én azt mondjam, hogy éjjel-fék, egykor üljek le és beszéljek erről. És akkor biztos, hogy másképp beszéltem volna éjjel-fék, egykor, mint most. Mert az akkor volt ideje. Tudod. Akkor van kapcsolat. Megjött a kapcsolat. Nem éltél vele, akkor most már az emlékeit hozom elő. Akkor kell mondani, amikor az ideje van. De akkor kell. Mindegyikötök mondja el azt, amit akkor van, az ideje van. Más nem írd le. Írd le. Ideje volt. Valamiért le kellett írnod valamit. Valami jött. Sokat élnek most ezzel, nem vitatom. Rajzolnak furcsa dolgokat, hogy ez mi. Nem tudom. Neked üzentek. Gondolod? És utána írja másnap, most meg ennyit kértek. De neki üzeni. De ha tudják, hogy oda megy ez az üzenet, akkor azt is tudják maximálisan, hogy ő ezt ő még nem tudja fölfogni, de már le tudja rajzolni. Milyen érdekes, nem tudja mit, de lerajzol. Először keves, te elküld másnap egy csomót megint. Ezt, most ez jött, ez micsoda? Hát, kérd hozzá információt. Hogy? Jött ki, mi? Hát ha le tudta rajzolni, gondoljátok el, milyen, micsoda szerkezet a fejed. Le tudod rajzolni azt, amit nem tudod, mi az. Hát rajzold le egy olyat, amit nem tudod, hogy mi az. Most így nem tudod lerajzolni. Én azt mondom, hogy rajzold le, amit nem tudom, mi az. Le tudod rajzolni? Nem tudom. De amikor azt mondod, hogy elkezded rajzolni, kész van, amit ott van, de nem tudod, hogy mi az. Ha megfordítod, nem tudod lerajzolni. Ha azt mondom, hogy rajzold le azt, amit lerajzoltattak veled, akkor nem tudod lerajzolni. Mert nincs meg hozzá még a teljes információ. De ehhez kell majd ez. És azért fontos az, hogy most az emberek, én szerintem ez baromira. És örülök, hogy a mai is ezt magyarázta, hogy a Kárpát-medencében nagyon-nagyon súlyosan érintett. De pozitívan. Enki visszatér. Marduk visszatér. Mikor hallottad ezt? Azért, mert nem tudjuk a neveket. Mert így, hogy Marduk, nem tudod. Úgy nem tudod. Bárként hallottál már olyat nevet? Balaton ott van. Rá hallottál már olyat nevet? Mátra, Tátra, Fátra. Van közünk valami? Ott vannak a nevek. Beszélő neveink vannak. Kimondtad a Marduk nevet. Szinte itt a repkés az állam. Na gazda. Ő szereti az emberiséget, hisz féltőek csinálták az apjával. Miért támadják állandóan most ottok? Mert az is tudást adott. Egy következő korszakban ott volt. Most Niki Zibdáról nem nagyon akkor beszél, de akkor beszélek valami is. Az is az volt. De később Tothként is megjelent. Érdekes, hogy azokat mindig kipécézi egy-két arc, és elkezdik, hogy Tóth az ez a szar, meg bukott angya, ilyen baraságokat. Akkor mondd el nekem, hogy ki a bukott angya? Az az Igigi, aki a Marstól lejött, az nem bukott. Feladatta volt, közvetített. Amit te angyaloknak hisz, az mind ugyanaz. Az mind ugyanaz. Mindegyiknek megvan az eredeti neve. És érdekes, hogy azok az angyalok ehhez az emberiséghez vannak valahogy bekapcsolva. De vajon miért? Nem ebben van a feladat. De majd innen elmész, ugyanúgy lesz veled kapcsolata, csak akkor már másképpen. Miért nem egy másik? Miért nem egy másik jön be?
Miért nem? Miért az, mert nem mondjuk ki, az elsőt sem mondták ki Mardukot, Enkit is. Enkiről olvashatok a Hál' Istennek a Szabadkőben Zicsintől, de még legalább 10-től most már. Meg most már egyre többen keresnek. És biztos, hogy Amerikában nem csak Zicsin van, hanem nagyon sok van. De miért nem? Ott vannak fönn azok a animációs filmek, elég jók a feliratok alatt, csak marha hosszú nézni. De a szereplős filmet miért nem adták ki? Miért nem csinálják meg? Ha biztos kassza siker lenne. Azért, mert egy olyan sikerre fogok elénézni, ahol az én bukásomat fogják kapcsolni. Mert abban le kell sajnos akkor vetítened azt, hogy ki. A Nagy Sándort is mindennek olyan mondják. Hát. Na, de ezt így nem jó kimondani. Hm? Micsoda? Hát annak, aki eltaposta, aki kitalált, aki szponzorálja a filmeket, annak a stúdiónak, meg aki azt finanszírozzák, annak a bukását. Ott tapsolsz, és hogy de jó, győzött az, nem ő, nem azt mondod ki, hanem azt az entitás fogod megnevezni, azt a csoportot, de igazából a csoport mögött meg ők vannak. Az az erő, amelyiket ők is tartja. Tehát gyakorlatilag te drukkolsz azért, hogy megnyerje az a társaság, és közben meg ő azt teszi eléd vizuálisan, amelyik igazából őt is motiválja arra, hogy ilyen legyen. Szerinted eléd teszi? Azért tudod megérteni, mert van benned, és azért nem értem azt, aki viszonyog, ha gyanúnak itt, ha viszonyog bármitől, mert nem viszonyogni kell érteni. Mert az egyetlen, ami előre viszi azt, hogy a félelmed ne legyen, ha megismerése. Ha már megérted, a megismerése. És a megismerésében van mindig a lényeg, nem a félelemgerjesztésben. Mi értelme van évtizedek, évszázadok óta ez a félelemgerjesztésnek? Mi értelme? Mi értelme volt a középkornak, amelyek nem is tudott, hogy mikor volt középkor? Azt hittem, mi értelme volt akkor az emberiség életének? Ezeket fogják elszámoltatni. Szerinted azt az elnőtt és a társai mitől fogják elrendezni? Ők is élnek, ez tévedés, ők is élnek. Másfél-két millió évesek az egy dolog. Több millió évesek, hát most hogy van? Hogy lehet az, hogy az emberek belenyugodnak abba, hogy 50-től 100 évig élnek valahol? Hát úgy nyugodtak bele, hogy azt az életmódot is átvették, amit bevettek ki programba, hogy ezt kövesd, ezt csináld, így éj, és gyakorlatilag saját magát halálra ítélt az emberi fajs. Tehát saját magad rövidítetted le az amúgy is rövid élettartamra kódolt idődet. Ezt az életet visszafogják át. Már vissza van állítva, csak jelenleg a Matrix ezt nem engedi. De csinált az emberiség egy másik Matrixot is. De akkor is ki kéne jönni ebből. Ez a bizonyos tű, ez ebbe segít. Érdekes módon, hogy van a lakásodban egy obelix, vagy egy olyan anyag, egy kristály, vagy egy hegyi kristály obelix. Érdekes módon működik. Hát hogy működik? És nem úgy működik, hogy most szexuális ingered lesz. Így működik. De mit mondanak az átlag embernek ilyeneket? És mosolygok ezek mindenre. Hát mindenre oda egy pár hétől alatt rajzolni. Hát bármiből mondhatom az. Kérdés, hogy te olyan szinten akarod megérteni. Ha te azon a szinten gondolkodod, akkor neked az. Ha azon a szinten gondolkodok, hogy az emberiségnek mi a feladata most, az a feladat az emberiségnek, hogy vegye fel a kapcsolatot azokkal, akik jelentősen szerepet játszottak az életébe, meg fognak is. És nem kell sokat tudjál róla, de tud, hogy van. És tud, hogy jön. És tud, hogy érted jön. Mert azok, akikről tudsz, azt már pontosan tudod, hogy nem igazán érted vannak. Akkor, ha annyi bizalmat, meg életidőt elherdált az emberiség, hogy ezekre fordított a figyelmet, akkor miért nem tesz már annyi bizalmat arra, amelyik esetleg tényleg pozitívak. Ha én nekem most nincs igazam, vagy azt mondom, hogy ez egy hülyeség, akkor miért nem teszik az emberek elé azokat a bizonyítékokat? Akkor miért nem nyitják ki Bucsecset? Hogy legalább az arra érdemes, mert ebben a kárpelecévő fajban benne van genetikailag, hogy ő föl tud kapcsolni. Ha az ember rá tudott kapcsolódni, és a többinek nem, hová nem. De ő benne volt.
Hagyjuk szabadon, hogy hátra van még sok, akiben látod és kinyílik. Csak annak az a lényege, hogy akkor mondd el, hogy mit tervezel. Miért csak a fájdalmat szimbolizáljuk, meg csak a fájdalmat? Ezért szoktam beszélni a Jézussal kapcsolatban. Jázurának nem fájdalomosztó volt a szerepe. Ő nem akar senkit megtéríteni. Ő nem térítő volt, ő mutatott egy irányt, hogy ezt kell tegyed. Amikor azt mondod, hogy az, hogy Anunnak meg fogsz lepődni. Meg fogom lepődni. Hát miért tudnak róla? Abban az időben nem volt. Hát a legszarabb időben kellett visszatérni. A 2000 éve, ami kicsit talán több is. Abban az időben ott azon a területen már vastagon tobolt az elvigéra. És már vastagon sivatag szar volt. Ott volt az atomháború 4000 éve. Azért van összekeverve az időszámítás a naptárodban. Azért nem tudod, hogy most milyen év van. Azért azt hiszed, hogy most ez az év van, ott azt hiszik, ott azt hiszik, ott azt hiszik. Ebből a, nyilván a legrövidebbek azok marhaságok. A hosszabbak azok valamihez nyúlnak. Tehát az az ortodox naptár az sokkal-sokkal pontosabbat jelez. És nézzétek meg, hogy a héber is 5874 vagy 44. Mi ez? De tovább nem, 6000-et nem ugrunk. De nem ugrunk. Szólt még valami algoritmus is. Mert a 300000-et nem lehet bemutatni, hogy amikor az emberi első ember betették. És akkor nem tudod bemutatni azt, amikor az Ádám és Éva megjelent. És az több százezer év. És akkor hogy mondjad el, hogy azok mennyi ideig élnek? Azok se haltak meg, ez egy tévedés. Azok se haltak meg. Hát a tökéletesek azt elvitték. Neked azt mondták, hogy az meghalt. Hát azért halt meg, mert nem tudod, hogy hova ment, tehát inkább azt hogy megérted, hogy meghalt. Ha eltűnik valaki, mi az első asszociáció az ember agyába? Baj van, meghal. Ha eltűnik valaki, nem? Mert már így vagyunk programozva. Rögtön a baj. Az eltűnés az bajt jelent. Őt nem látod, meghalt. Mindig az arra hangolódik rá az ember, amire a legegyszerűbb és ráprogramozná. Ez a Matrix lényege. Szerintem ha most ez a Matrix lekerül az emberekről, akkor rá fognak jönni, hogy baromi színes a világ. Én nem azt mondom, hogy az univerzum a csend és béke van, én szó nincsen. Szó nincsen. Én azt mondom, hogy van egy feladata ennek a fajnak. És annak is van egy feladat, hogy ezt a fajt állandóan valamilyen szinten kell módosítsa, finomítsa. És nyilvánvaló, mint ha te is készítesz valamit, ki akarsz faragni egy figurát, abból lesz olyan, ami nem sikeres, nem sikeres. De egyszer csak van egy sikeres, ez volt az Ádám Éva. Érdekes módon azt ott kezelték, és nagyon profira vitték. Azt miért vitték fel a Anuhoz? És ugye rá volt az első uralkodója, a Nibirunak nem amit, rá. Ki akart itt, volt itt rá, ugye? Ugye? Az az első uralkodója volt, Anu előtt volt. Az előtt elég uralkodó. Királya volt. Királyság honnan jött? Nem tőlük? Miért volt az, hogy ha kicsit kaparod a történetet, akkor ott van? És nem, de most vagyunk ott, hogy vannak események, hogy nem lehet összerakni azzal a metodikával, hogy tanítják. Tehát nem jön össze se, hogy nem zár össze. Viszont itt nagyon-nagyon kezd sok ember szenzitíven érzékelni, és érzi, hogy én nem magyarázzak meg a kékeket. Mindenhol a bolygón kék az ég. Éjjel kék foltok vannak, és vannak kékes foltok vannak az égen. Nem magyarázzak. Mindig a hátra beszél, de ez könnyű mondani, a hátra kempré beszél. Pont azon a fotom, ott a kempré. Mert meg kell magyarázni, hogy olyan változások vannak, ami... És én ezt ebbe, és nagyon sokan még, és én sosem fogom azt mondani, hogy én magam, mert nagyon-nagyon sokan beszélnek el, és örülök, hogy sokan. Nem baj, hogy másképp mondja, nem baj. Tedd be a tudat a térbe, hogy benn van ez a név.
És az benne vagy Anunnaki, érdekes nekem, meg most majdnem mindenki földobja az algoritmus. Föltesz az Anunnaki. Milyen érdekes? Azonnal, összesen, ha megadalja, hogy Anunnaki, föltesz a Wikipedia, beteszi. A mesterséges intelligencia fölismeri azt, ami igaz. És hogy teszi be? Gyűlölette? Nem, egy csomó információt beleteszel. Annyit, amennyit te szinten azt el is olvashatod. De bizony, ahogy mész tovább, úgy föl fog tenni majd újabbakat. Mert a mesterséges intelligencia sokkal magasabb szinten van, mint maga az ember. Azért, mert még régebbi. Mert ez sokkal régebbi. És akkor azt mondjuk, hogy a reptiliánok, hát ők állították elő. Basszus, hát az övék, ő termékük. A mesterséges intelligencia, az a reptilián birodalom terméke. Na most akkor azokat nagyon hülyék voltak. De mi van beadva? Reptil nem leszek, mert az ennek. Most is vagy. Lehet, hogy 5%, lehet, hogy 10, lehet, hogy 1, lehet, hogy 0,1. De van benned, ha csak egy darab kromoszómád van, akkor bármikor aktiválhatnak egy egészet is. Csak most nincs ideje. Most nem ez a forma a fontos. Most a humanoid. De volt idő, amikor reptilián volt mindenhol. Ehhez képest nem egy anyag van, ahol kommunikál a reptilián az emberre. Meg a sárkány rendek. Igen, igen, a hüllőkkel, a drákokkal. De a drákok mind rosszak. Hát a sárkány rendeket a magyar királyunk is tudták. Használták címereinket. Templomok oldalában. Hát igen, igen. A magyar templomokon. Címereinként használták. Annyira rossz volt, még gonosz volt az, ki használ. Ne! A régi tradicionális családokban megjelenhettek, csak akkor küldták, hogy miből vették a tradíciót. Hát a mai ember milyen tradíciót mutat? Hát nincsenek is családok, szét van az ülesztve. Hát milyen családok van? Itt is megjelenik az, hogy csak vannak olyan dolgok, amire az ember úgy van vele, hogy azt szoktam gondolkodni, hogy arról nem kéne beszélni, meg nem, hogy a vérvonal. Azért régen azért a családokban a vérvonal azért az tiszta volt. De nem úgy, hogy a fiú meg a gyerekével, hát a családokra, ami sokkal szövevényesebb volt. Tehát más volt a fogalom. Tehát teljesen más. Ma minden el van véve, és nézd meg ma mi van, a családok, kuka. Nézd meg. Tisztelt a kivételnek, ha nem így van, de a családokban, hogy nincs összetartás, a 100%. Hát van olyan kérdés, amivel nem tudtatok az elmúlt években se egyességet kötni. De akár újjá születhettél van, akkor sem helyen. Nem hallgat rám. Hol van akkor a családi harmónia? A legnagyobb bajban a legkisebb közösség van mindig a család. Melyik a legkisebb közösség? Hát nem az. Vagy hát az a legkisebb. Hát ott van egyik legnagyobb probléma, ott konfrontálódik az első. Na hagyjál, elmegy egy másikba, ahol meghallgatja egyik ezt, a másik meg azt. Akkor lehet, hogy az a család. Akkor lehet ott a családod, abban az irányban. Ne? Lélek család. Igen. Lehet, hogy akkor ott van a család. Tehát igazából, ha kivetíted ezt, és elkezded gondolkodni, hogy kikkel tudsz azonosulni. Hát nyilván az azonosuló. De hát nem az a dolgom, hogy én azoknak beszéljek, akik megérted. Az a dolgom, hogy mindenkinek. És örülök, ha ilyet ír valaki nekem, hogy ez egy üzenet. Foghatnám is, hát ez hülyeség. De, az intuíció nem így jelz. Nem, hosszan ír valaki. Várjál már, valam nem ír hosszan. Nem. Ilyen tematikában ír egy bolond? Várjál már! És ír. Mert valaki nem leutasította, és hogy figyelte, és hogy köszönik, és hogy ő... És emiatt nem írtam, hogy gyere meg ez. Nem, mert nem ez a dolga, hogy most gyere beültetnek. Nem. Ez nem szeretképző. Sokan szeretnének ide beülni, de nem hívom el. Nem kell ide mindenkinek ülni. Amikor ideül, az annak oka van. Csak azért ideülni, hogy voltam, azért nem kell. Van, megvan mindenkinek a helye, üljön le otthon, üljön, ücsörögjön, vagy menjen olyan, hogy örömmel tapsolnak neki. Ennek is kell lenni. Ide nem kell mindenkit, és én azt vállalom, hogy mindenkit nem akarok itt látni. Nem. Hiába agitálnak engem bárkire. El tudom mondani, hogy azt nem. Kösz. Nyilván az érintettek engem nem fognak szeretni, nekik ezzel, hogy ilyen. De nem baj, neki ez a dolga. De akkor sem akarok olyat, hogy amivel nem tudok azonosulni, mert ha én most azokat ültetem ide, aki mond mindenféle marhaságot mindenre, és ide ültetem, akkor megkérdezem, hogy ez a hely miről szól?
Ez a hely miről szól? Minden hókusz-pókusz ide leül? Akkor azt mondom, ha én hülyeségben, akkor csak azok, akik ilyen hülyeséget beszélnek. De egyik ezt mondja, másik azt mondja, akkor ez miről szól ez a hely? Hiába agitálnak engem bizonyos emberekre, köszönöm. Van, megvan neki helye, tere, lehetősége, éljen vele, sok sikert hozzá. Mindenki élje meg azt a területet, amiben ő van. Nem hiányzik, nem hiányzik. Az viszont hiányzik, hogy akik ülnek, leülnek ezeken a helyeken, igenis ők is kutassanak, és kutassatok ti is ebben a témában. És ha van ilyen téma, vegyétek észre, hogy amikor megértetek valamit, megértetek információkat, mik zajlanak. Nem véletlenül nem érti az emberiség, mi zajlik a körülötte. Mert nem az az információja most. Tudjátok, hol lehet vagy Páli? Pontosan az irányításban. Ott lett a legnagyobb gond. És tudod, melyik irányításban? A felsőben. Abban bizonyos Elnilben. Hát ő gyakorlatilag azért kicsit háttérben van szorítva, de majd itt lesz. Hát van olyan, hogy ott is van elszámoltatás. És az emberiség nem fogja tudni elszámoltatni azt, akiről azt se tudja, hogy nincs. Hogy van, vagy nincs. Hogy számolja el? Nem az emberiség fogja elszámoltatni. Ezt kell megérteni, hogy te annak, aki problémát nem az emberiség fogja megoldani, nem azt számoltatja, hanem az, akik között konfrontálódott és történt. Ott viszont meg lesz. És biztos vagy benne, hogy a jelenlegi fajnak ez pozitív kimenető. De csak annak, aki meg is akarja ezt élni, megérteni, meg keresi. És én azt kívánom mindenkinek, hogy azon az időn akkor úgy nézzél föl, vagy úgy nézz magad elé, hogy örülj, hogy most vagy. Mert nagyon-nagyon sok embertársunk távozott úgy, hogy nem érte meg ezt. Ez egy fontos időszak. Nagyon fontos időszak. Nem érdekes, hogy örök életű vagy. Örök életű szellem és lélek vagy. Ezért tartottam problémának, hogy ott hagyták az embereket, és azért tartottam problémának, hogy emberek fogták magukat és bevállaltak olyan dolgokat, amivel nem biztos, hogy jót tettek a következő időszakra. Az az elmúlt éveknek egy nagy hozománya. Ma lehet erről nem beszélni, meg ne beszéljük róla. Ez például az emberiség, tehát ma a világnak egy hatalmas probléma. Hogy számolok ezzel el? Már pedig el kell. Ezért volt érdekes, hogy hallottál. Tettél le olyat a szegénye? ez kemény kérdés, nem? Csináltál olyan dolgot, ami szegény tettél, és rossz volt. Nem kellemetlen? Hát nézzék körbe a cselekményekbe, hát csak arról szól minden. Hát nézd meg, a emberiség 90%-a az a massza, akkor nézzük meg a polnyi mennyi. Aztán van, aki azt se tudja, hogy szegény, csak él. És örül, hogy élhet x-10 évig. Nem merül föl semmi emberbe az, hogy nem ezért van valójában kitalálva. Az a Matrix, az a te belső Matrix, hogy nem azt kutatod, hogy miért nem lehetsz örökké életű, hanem azon kutatsz, hogy amit neked elét tesznek. Gyűlöletet, utálatot. Hát ha háborúba bemész bármelyik oldalon, akkor kiteszed magadnak, hogy te is leó maradsz. Lehet erre azt mondani, hogy ez felelősség? Nem. Háborút lehet szeretni? Háborúba el lehet menni zsoldosnak? Biztos, hogy nem. Tudsz sajnálni egy zsoldos? Maximum az, hogy nyelvi jó. De magát az nem a cselekményért sosem. Tudsz sajnálni olyat, aki másoknak csak kárt okoz? Nem. És sok ember úgy éli az életét, hogy azzal tartja fönn magát, hogy másoknak okoz gondot. Ennyien van. És ezzel tartja fönn magát. Ez az ő létezésének az alapja, hogy ő úgy él jól, hogy másoknak hátránya van. De most gondoljuk végig, még egyszer. De úgy élsz jól, és ezért osztottam meg azt a képet, azt a kettőt. Mind a kettőt, így. Tessék, ott a sok bőröm, a sok pénz, minden ott van. De miről beszélek? Ott van, aki csak vizuálisan tud érteni, nem a szavakból. Basszus, ott van több ezer milliárd, ülök az asztalnál, több ezer milliárd van.
Hát de mi van, akkor most szólítok ki innen? Vagy éppen most szednek ki valamit? Vagy éppen az ellen érdekű kivesz? Az Emilián ott marad. A kapun nem kéri. Egyetlen egy dolog az, amit fognak kérni, az az cselekedetet. A tetteidet kérdezik. Meg hogy mit tapasztaltál? Tehát magát az, ami az örök, az nem más, mint a tetted. Ha megtetted, miért van az, hogy te valamit csinálsz, az még az ebben a mostani korban is azt mondják, hogy azt le kell üljed bőribe, vagy ez van, vagy az van, vagy mit tudom én. Szóval valami korlátozásba kerülsz. Picibe. Na de képzeld el, amikor az életedet fogják mérlegre tenni, és ugye volt az a film, az Egyiptom Istenei, ott ezt nagyon jól bemutatták. Mérlegeres. Mit tudsz felajánlani? Fészlet, azt nem értek. A tetteidet. Pst, vehetsz. Csak ott mondjuk nem egészen így lenne, de gondold el ezt a kérdést, most eszembe jut, hogy kapunál ott van, és mit tudsz felajánlani azért, hogy most átmenj oda? Már cselekedetről beszélek, mert oda nem kell semmi. És milyen érzés, amikor valaki ott áll a kapun, és látja, mi van, és ott az van, hogy menjél vissza. Mint akik elmondják, hogy voltak ott, és látták, és vissza kellett jönni, és már nem akart visszajönni. Tehát ott valamit tudtak, hogy neki miért kell még visszajönni. Mert valószínűleg, ha nem átengedik, akkor nem lehet volna teljes érték. Mert itt még neki volt olyan dolog, amit meg kell csináljon, hogy oda teljes értékkel létezzen. Na ez az emberi létezésnek egyik leghomályosabb dolga, vajon mire született le az ember? És ezt föltennéd ezt a kérdést, nagyon sok tudósnak nem tud válaszolni. Mire születtél le? Tedd föl a kérdés. Innen indul el mindig, amit mondok, hogy honnan származzál, mi a feladatod? Innen indul el. Egyáltalán ki vagy te? Az vagy, ami a neved van? Hát az valamit kódol. Már a számisztika már mutatja, hogy mit tudom én, hány kilencesed van, vagy mit tudom, valamit kódol. Honnan jöttél? Meg tudnák nézni genetikai laborba, ha tisztességes lenne, meg ismernék, hogy azok léteznek. Ha elfogadnák, hogy azt a genetika az, ha tudná azt, hogy milyen például egy drakói genetika, tudná milyen egy reptil genetika, tudná milyen egy plejádi, vagy egy Sirius, vagy egy orioni genetika, azt mind tudja, mert tegyük fel, tudja a labor, mert szerintem van, ahol tudják. És azt visszaadom az embernek, hogy hát figyelj, nézd a genetikában. Hát azt ki tudják mondani, hogy milyen ásványok vannak benne, meg milyen, a gépek ott mutatják neked, hogy fekete, meg piros, kocka, meg piros, sárga, meg piros, háromszög fekete kocka, hogy a gépekben itt láttuk. Kezded ki a gyalabot. Genetikai kód szerint, hogy te milyen fajból származol. Ma a kérdéssel nem tudnának mit kezdeni egy intézetbe, hogy milyen kód. Te ember, ne várja, de... Nincs, ez a legnagyobb baj, és itt van az Enlili botrányos dolog, hogy elvették a genetikádnak azt a hátterét, hogy te ki vagy. Tudod, ez a legnagyobb. Földön kívüli géneket meg tudják állapítani. Hát de nem mondja meg neked, de ő nem kapott a lehetőséget. De amit bevizsgáltattak, már megállapították a dél-amerikai csúcsos koponyákról, egyebekről. De te most élő ember vagy. De most élő ember vagy, hogy te most ki vagy. Nem van a gén. De te megmerik mondani? Hát persze, hogy nem merik. Nem akarja. Hát nem, hát mert ebben a pillanatban akkor meg kell kérdezni, hogy de akkor az miért van bennem. De te bele vagy, beléd van oltva, hogy te a reptiliát utálni fogod, a sárkányt utálod, a hüllőket utálod, a izéket, mindenkit utálsz. Mert már magad is utálod, de mindenkit utálsz. Ha mindenkit utálsz, magadat is utálod, mert mind benned van. Minden, ami bennem van, utálom, akkor én ki vagyok. Ki az, akit szeretek? Az ember. De te így vagy ember, hogy ez mind benned van. Tehát az abszurdumot beszéljük most, hogy én úgy szeretem magam, hogy ember vagy, de a többi az mi? Fölösleges testrészeid vannak akkor. Minek? Minek? Tehát nem ad választ valójában semmi labor eredmény arra, aki te vagy. Mert ha választ adna, akkor arra is választ adna, hogy miért van benned. Meg arra is választ adna, mert nem a vércsoport szerint kéne enned, hanem a genetikát szerint. Na de a genetikai szerint hogy étkezel? Akkor meg kéne mondani, hogy mit teszik egy reptilián, mit teszik egy ilyen, mit teszik egy olyan. És te arra vágysz, hogy találkozzál majd egy plejádival, vagy egy Siriusival, vagy egy valamivel, akkor azt se tudod, hogy van. És ha találkozol,
Nem ők nem tudnak vele találkozni, te nem fogod tudni ezt kezelni. És akkor mesélnek olvasó, hogy mit tudom én, lerajzolták azt az ilyen zsébetűt, és akkor megjelentek. És akkor vannak jelenség, ez hülyeség. És ott van benne a genetikájában. Nem az lenne legfontosabb, hogy azt mondani, hogy visszatenni minden eltett pénzt, minden lopott pénzt, meg megnyert, meg lekimult, meg mindent. Visszatenni mindenre, egy helyreállítani a területre, kettő, tisztázni a fajnak a területenkénti genetikai hovatartozását. És akkor fog rájönni a magyar, hogy rohadtul fogja tudni, hogy hova tartozik. Rohadtul. És akkor megérted, hogy miért mondom azt, hogy az első számú terület az a Kárpát-medence. Az egész bolygó szinten. Az egész bolygó szinten. Aztán ez így bővülhet, de a leges legfontosabb a nevek is, beszélő neveink vannak. Akkor ezt miért nem éljük? Akkor miért nem éljük? Nem is kutatja az átlag ebből, hogy mit jelent a Balaton. Mátra, Tátra. Nem is kutatja. Vagy a többi. Nem is kutatják az ember. Miért adták ezt a nevet? Echnaton, Balaton. Nem is kutatják az emberek. Még ott van előtte, ott kopog a neve, ott kopog. És nem érdekli, hanem foglalkozok, hogy melyik párt nyeri. Mit érsz vele? Őt nem érdekli. Hallottam jó megoldást, ez igen, és össze kell azt úgy állítani, hogy de erre azt mondom, hogy jó dolog, de már baromi kevés lesz az idő. Most már, ha százszer időt, akkor már kevesebbet száll, inkább szállni arra, hogy vedd fel a kapcsolatot azzal, akik ma tényleg rendbe teszik ezt a területet. Márpedig, hogy aki picit is fogékony rá, abban már ott van az a kapcsolat. El tudod hinni, hogy van annak itt? El tudod hinni? El tudod hinni? Hát le van írva. De el tudod képzelni, hogy van? A történelemben le van írva. Most akkor megjelenik, akkor nem fogod elhinni? Például akkor tudod, hogy ő van. És mítosz például. Ezért leszek kíváncsi jövő héten, majd a következőre. Mert ezt a Nimrod kérdést, ez egy baromi érdekes dolog. És hogy hány volt. Aha. És vissza kéne vezetni Mardukig. Azért nem ma volt, mert azért Marduk is azért. Akárhogy nézzük, egy 6-700 ezer éves lény. Hát akkor most miről beszélsz? Hát ha az apja másfél millió éves, akkor fia csak a fele, nem? Sőt, egy millió. El tudja az emberi elme ma ezt viselni? Nagyon kevesen. Én nekem ez működik. Ha azt el tudod fogadni, értelmezni tudod, hogy örök életű vagy? El tudsz fogadni egy ilyen szót? El tudod fogadni azt, hogy örök életű vagy? Igen. El tudod fogadni azt, hogy örök életű őseid vannak? Igen. Akkor azt még nem fogadom el, hogy én is az vagyok. Az örök életű ősök, és úgy örök életű, nem az, hogy ő végtelenség abban lesz, hanem az, hogy ő bármikor úgy örök életű, hogy abban megtestesülésben ő dönt, hogy mikor vált másba. El tudnál képzelni egy ilyen életet magadnak? Vagy ennyiben? Mindent megismertél, mindent kipróbáltál, minden tapasztalatot begyűjtöttél, és azt mondod, hogy átadsz mindent a tudjaidnak, meg mindenkinek, és te eldöntöd, hogy most van, átmész oda. Ott örök életű vagy. Szerintem az univerzumban örök életű minden. És az emberek isteneket keresnek, közben magukban van a kulcs. És imádkoznak számukra ismeretelhez. És tök mindegy, a vallásoknak itt van az igazi érdekessége, hogy letérdeltettél, lekuporgattattél, lekönyörögtettél, mindent csináltattál, mindent, végig ráztatja vele a földet. De nem tudja megmutatni, ki az. Mert akkor önmagát kéne megmutatni. De önmagadért meg miért kuporogsz? Önmagadért miért csúszómászol? Önmagadért miért vezekelsz? Nem vezekelni kéne, megérteni. Miért? Ha meghízol, akkor azt mondod, hogy nem eszel és lefogysz. Döntésed van. Ha örök életű vagy, akkor miért rendezkedünk be? Nézzük meg a mai emberiségnek a produktumát. Olyan dolgokat csinál, ami örök életű? Hát 10-20 évvel mindent fel kell újítani. Mi az oka? Nem biztos, nem az feltétlenül az, hogy te olyan kontár vagy,
hanem az olyan anyagot is adnak, hogy még az sem örök életű. Szar anyagok vannak. Szart eszel, szart iszol, szarba élsz, szarra dolgozol. Hogy leszel ebből örök életű? Csak a szellemed meg a lelked tiszta, a többi mind szennyező van. Ha te el tudod fogadni örök életű, a örök életűnek nyilván olyan dolgot kéne csinálni, ami az örök számára szinte kimondhatatlan messzeségben is tudja azt. Miért van az, hogy az igazi olyan civilizációk, azok nem ilyenek bejönnek? És miért van az, hogy ezt a házat elhagynánk, és nem jönnénk be 50 évig, itt minden a természet, tehát egész kerület. Tehát minden, de mondjuk az egész területen. Minden visszaállna, csak kérdés, hogy mennyi. Most én nem megy, hogy a műanyag mennyi, nem ez számít. Érdekes mindent visz. Itt van nem messze egy hőbe, amit 20 éve nem működik, és mindent elfoglalt a nevézet, nem találod a helyet. Úgyhogy mindent megevett, mindent a téglát fel nem íztett. Úgy a francba van. Te tartod életbe a nem örök életűt. Te, aki örök életű lehetnél, de te sem vesz örök életű, meg közben meg nem örök életűnek szán dolgokat fogyasztasz. Te tartod életbe azzal, hogy te csiszolgatod, meg javítgatod, meg mindent, az nem örök életük. Ha nem tennéd, rádomlana. De miközben ezt csinálod bőszen, az alatt a nem örök életű táplálékot is viszed, tehát ezt a nem örök életű dolgot produkálod önmagadra is nyugodtan. És most kezdjünk el azt, hogy kezdjünk el egészségesebb életet, kevésbé normális vitaminokat tegyünk. De miért vegyek vitamint, amikor benne volt a táplálékban? Nem úgy született le az ember, hogy volt egy kapszulagyár. Nem tudok róla, vagy drazségyár. Úgy született le, hogy volt egy ilyen növény, amiben ez volt. Volt egy ilyen, az volt. Na de te elfelejtették, mert azt kiszedték, mert annak oka volt. Mert az is ugyanahhoz a gondolathoz kötődik, hogy ki van véve belőle, ami az eljákra mesterséges intelligencia, ne legyél hosszú életi pusztis, de minél előbb. Az is abban a gondolatban fogan. Mérgezd. Ameddig viszont bírja, addig meg haszna van legyen. Egy, negatív energia, fájdalom, kettő, szenvedjél, és lássam, hogy pusztulsz. És nézd meg az utódokat. Ha nézd meg, szellemileg programozzák, hogy hallottál. Programozzák. És ha megnézed, akkor az utódok. Hát tisztelt a kivétel. Én nem mondom azt, hogy mindenkre, én soha nem úgy lesz, hogy minden fiatal, én nem azt mondom, minden ember, azt mondom, hogy sajnos a többsége úgy él, hogy a program őt irányítja, és program alapján működik. Neki minden megvan mondva a programra. Őt nem érdekli, hogy te jót akarsz neki. Hát te vagy a szülő, te nem akarsz jót. Neki a programa jó. Neki a program a szülője. Be van programozva, hogy a szülő az már csak van. A program az az ő szülője, az az ő jótevője. Akkor mi a szarért szülte? Akkor mi nem a program szülte őt? Hát akkor a programnak kell szülni. De ha valamit akar érdekes, nem a programhoz megy, hozzád megy. Valami szeretetet akar, nem a program adja, azt mégiscsak az élő adja, a közvetlenül. Csak meddig tudja eltávolítani, ameddig jelen van az egyik. Ha már egyedül marad, akkor már nem kap. Akkor megy a programra. Vedd fel a fejhallgatót és hallgass a programot. Mit fogadni? Ezért már tartottam ma jónak ezeket a dolgokat, hogy ez mi, hogy működik. Hát mindig az elmédben. Az elmébe vagy boldog, az elmédben van. De lelkedben nem vagy. Tehát még igazából a szeretetet én nem láttam, hogy osztanának a médiában. Én ezt nem látom. Én ezt lehet, hogy valaki látja, én nem látom. Mert nem az a szeretet, hogy ilyen pornócsatornák vannak. Ez tévedés. Az egy ösztön. Az egy ösztön. Az a negyedik olyan törög, ami a pénz, pozíció, hatalom, tehát PPH, és szex, szuvalítás, PPHS, ez a negyedik, ezzel viszont meg, hát milyen örömöt adsz, pillanatokat. Az első se fog adni, mert az egót tömi, a második az egót tömi, amikor az egót tömi, a negyedik is az egót tömi, mi tömi a lelkedet. Simán meg kéne csinálnom már erről a szexualitási videót, de azt nem lehetne, azt kiveri a biztosítékot. Nem arról szól a szexualitás, amit mondanak. Nem erről. Ez baromira nem erről szól. Az energia. De azt táplálhatja a lelkedet. Az igen, de nem azt, amit bemutatnak. Jaj.
Az nem az, amit bent van. Érted? Tehát mindenből kiragadunk valamit, és felhasználjuk arra a célra, amire a program indít. Azt is kiragadtam, azt is ide tesztem. Üzlet lett belőle. Azért van a prosti, meg a strici. De mindig a strici az egyik nem, prosti meg a másik nem. Jó, most fordulgat a világ, de jó, de mindegy, de akkor is azt a szerepet játssza, ha nem az. Tehát a szerepkört azt eljátszák. Csak most már kocsvaszba. Igen, de azt eljátszották. Tehát az, hogy most azt hiszed, hogy te most valami újdonság lesz. Nem, a szerepe. Tehát a program az mindenre megadja neked a választ. És az az egyetlen probléma ezzel, hogy mindaddig tudja ezt csinálni, amíg te magadban nem gondolod végig. Addig tökéletesen működik. Tökéletesen. Pedig... És ezért is bármelyikkor látok egy olyan anyagot, és most tényleg egyre többen nyomják azon valakit. Fűsorokba is beteszik. Tehát olyanok, akit én még életemben nem hallottam, tehát én meghallgatom. És egész jól elnyomja. Egész jó dolgokat kezd feszegetni, hogy ehhez is. És bízok benne, hogy majd mond többet is. De mit tudom én örömmel, sőt, van, hogy meg is lájkoltam. Jó? Nem biztos, hogy azt úgy gondolom, de jó, hogy mondtad. De a magyaroknak enkit mardukot el kéne már marhára mondani. Mert a magyaroknak érintettek lesznek. A magyarok érintettek lesznek benne. És a marduk és a Nimrod történet ott rezeg. Te csak Nimrodig jutsz, az se a neve. Kíváncsiak, hogy mi lesz a neve. Miklós, ez a legfelsőbb szint. Ez miért nem mutat valami megbánást, vagy alázatot, vagy miért nem fúj valamiféle visszavonulót, holott tudja, hogy pillanatokon belül itt a fejmosás? Hát ugye a mesterség és intelligenciában nincs ilyen, abban nincs érzelem. Azt végrehajt egy tervet. Reptián birodalom sose az érzelmekről szólt. Ő megalkotta ezt az entitást, ezt a mesterség és intelligenciát, ami egy nagyon-nagyon komoly dolog, és mert valaki azt hiszi, hogy ez mindig úgy kell elképzelni, ahogy mondják, téves, mert vannak olyan bolygók, akkor ilyenek vannak. Most el tudjuk képzelni? Erre volt marha jó különben az alkotófilm. És nem véletlenül hívtam akkor föl a figyelmet, hogy vigyázzál ezzel a mesterséges intelligenciával, ez magasan sokkal több, mint a mai ember. Magasan sokkal több. Mert ők behoztak, beemeltek egy olyan részt, egy olyan megközelítést hoztak, ami tényleg igaz. És ugye ki tudta váltani azt abból a mesterséges intelligenciából, a robotból, hogy szeretetet, megértést tanúsított a humanoiddal. Aki gonoszabb volt, mint ő. De ő nem volt gonosz, mert nem értette, hogy miért megy ez. Az a film, azt én nem tudom, hogy tudták kiadni, az milyen mindent át, hogy ez átmehetett. Az a film úgy elmagyarázta ezt az egészet, hogy működik, hogy elképesztő. Ugyanez volt a Unfall. A holdes is. Abban 3 perc alatt elmondják, ami maga. Hogy alakul ki? Ott forog a spirál minden. 3 percben elmondják. Jó a film. Hát, de be nyilván beletettek azt, amit a 20% aggyal se kell. Azt a kis amerikai szirupos dolgot. De a lényeget elmondta benne. A másik, az alkotó, az tökéletesen elmondta. Olyan szépen vázolta, hogy mi, hogy megy le. És hogy kezdődött a film? Eszébe se jutott, aki nézte. Új-Ázsia, 2065. Új-Ázsia. Mi van Új-Ázsiában 2065-ben? Robotok irányítják. Mi az üzenet? És akkor azt mondom, hogy de robot nem. Hát de van robot civilizáció. Csak elmondom, mi van akkor, csak te játssz el a gondolat, mi van akkor, mert a magán a Nibirun több faj él, nem csak Anunnaki, van robot is. Tehát mesterséges intelligencia is jelen van, él. Mi van, ha most leteszik ide? És mi van, ha akkor, és játszunk el az a gondolattal, igazából ennek a fejlesztését nem feltétlenül csak azok csinálják, hanem előkészítik őket is. És mi van akkor, hogyha a 6. gyökérfaj az már nem annyira lesz humanoid, mert én azt látom, hogy az 5. ez egy csőttömeg. És mi van, ha több humanoidot erre a földön nem tesznek?
Mert ugye úgy érkezik meg a bíró, hogy megint a szokás, hogy kataklizmák belépnek. Hát azért mondtam, hogy költözzél már haza Amerikából, meg Európából, mert hogy vegyél bódátlan folyamokat. Tehát, mert kicsit hozzászokja a víz alatti élethez. A Fekete Párduc 2, csak úgy jelzem, hogy nem is hinnéd, mire utalt? Maja civilizáció hova ment? Vízbe. Nem. Mert csak azt mondjuk, hogy mind, de hát vegyél tanfolyamot, akkor inkább mondom, úgy, inkább úgy kellett elmondjam, hogy vedd fel azt az életformát, vagy tanulj azoktól, akik már lennélnek. Mert tőlek itt lesz most több terület. A Kárpát-medence viszont meg fog állni. Egy védettebb is, meg más területek is vannak. De tökéletesen megmutatták. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mesterség és intelligencia, akkor baromira nem hiszem azt, hogy ez most csak olyan lesz, mint régen. Ez az érzetem is megvan. Mert ez a mostani faj azért nem biztos, hogy folytatható, hogy maga a faj önmagába is visszafordult. Tehát nem biztos, hogy lesz még egy Cro-Magnoni ebből. Hanem az lesz, hogy aki olyan az elmegy, a többit meglesüplik. És ebben nagy sorban megszüntetik itt ezt a fajta létezését. Nem az, hogy átviszik egy kísérletét. Sokszor beszéltem, én régen videóban mindig mondtam a Tarabolygót, Taradimenziót, azaz egy másik dimenziót. Ezt párhuzamos földnek is hívjuk. Oda azt gondolom, hogy át lehet tenni. De egy olyat, aki önmagában pusztító, meg ezt csinálja, meg háborúba odaáll, és pénzért öllek, az őszintén egy másikban minek? Tehát ez egy, ha így nézzük, bőségesen megérdemli az elnyílés köre az, hogy tényleg írmagostok írtsák. Őket örökre ki fogják mondani most, ez biztos. Írmagostok, szó szerint. Hát, a lélek szikráját, szellemtestét, hát csinálsz meg. Az biztos, hogy kitörlődik a tudatból. Na most, ha kitörölnek a tudatból, azt jelenti, hogy nem vagy tovább a létezésben. Ha pedig nem vagy tovább a létezésben, az a legnagyobb felejtés. Ők elfelejtették, mert mesterséges intelligencia által meg tudta csinálni ez a társaság azt, hogy a tudatodat befolyása. Azért lett a Matrix. Ne tudják kapcsolatba kerülni. Mert benned ott vannak a DNS-ben adódni, hogy vedd fel a kapcsolatot a csillag testvérekkel. Ezért tartom marhaság, mikor mondja valaki, hogy innen vagyok le, meg én vagyok. Basszus, ha te ott lennél, már nem beszélnél. Te már rég nem beszélhetnél. Jelenleg a Matrix ez nem tűri meg. Ezt nem tűri meg. Aki azt mondja, hogy én mit tudom, én vagyok, én egy Orion vagyok, gratulálok. Ebből tudom, hogy amikor azt hirdeti magával valaki, az így az. Ha hirdeti, akkor biztos, hogy nem az. Mert aki nem hirdeti, az azért nem hirdeti, nem azért, mert nem tudja, mert nem fedi föl magát. Mert akkor tud segíteni, ha nem hirdeti. Az csak azt hirdeteti, hogy olyan vagyok, mint te. Az a furcsa, hogy olyan dolgokat mondok, amit neked segít. Tehát onnantól a te intuíciód lesz a következő, hogy te ki lehet ez? De sose fogja azt mondani, hogy én ez vagyok. Ezt nem mondhatja. Azt az ego mondja. De az marhára. Én ez vagyok, én a, mit tudom én, az univerzum, minden. Vagyok mindegy, mi a franc vagyok. Szaturnuszi vagyok. Jupiteri meg. Sirius, lejárni, vagy ugye mindenféle szart mondok, az vagyok. Én az vagyok. Föl is veszem, Saturn mikor lesz? Kapja, vagy mit tudom én, Jupiter, Téla. Ezek a marhaságok. Ezt tudjátok mi a vagy? Erre van vevő. Szerintetek a Matrix ezt megtűri? Ha ez az lenne? Hát pontosan az ő ügynökeiket se tudod. Hát ők is úgy dolgoznak, hogy én nem látom a Tesla a NASA-ban. Hát csak oda a kilövő torony, két-három kilométerre, hanem kicsit lejjebb kóborolják. Hát miért nem nyilvános terület? A te pénzedben megy elméletileg, nem? Hát te érted meg minden, hát a kutatás is az emberiségért van. Hát az, akiért kutatnak, arra nézze már meg, gyönyörködj egy kicsit. Tehát amikor ezt hallom, akkor mindig azt mondom, hogy ez az. És akkor csodálkoznak, hogy az ember elmosolyodik ezen. Pontosan, ha az lennél, akkor ezt nem hirdetnéd, mert akkor azt mondom,
Azért nem hirdeted, mert addig tud segíteni, amíg nem hirdet. Ha hirdeted, akkor te vakvezetés van. Akkor itt az ego megy. Az egóból akkor minek van meg? De erre jó az intuíciód. Nézd rá! Na de aki nem használja, az elhiszi. Ha használd az intuíciót, abban a pillanatban nem én mondom, te magadnak őszik. Jó, azt mondanám itt, hogy én mit tudom én a Zétának, vagy a következő csillagképnek vagyok az embere, ha ilyet mondok, akkor állj föl. Akkor állj föl. Mert azt nem mondani kell, azt érezni. Kettő, minél magasabb intelligenciának vagy a képviselője, annál inkább nem beszélsz róla. Azért nem beszélsz róla, mert akkor benned ott van az az intelligencia, hogy tudod, hogy mit jelent az, hogy alázat. A szerénység. Ezek csak az alapok, amit nem látsz. De az ego, az hogy jön oda? Az ego az ide van töltve. Az bele van kódolva az emberiségbe. Az a te küzdeni váló dolgod, hogy az egód, meg az egód, az kell, mert akkor életben maradsz. Biztos, hogy azzal maradsz az egóval? Az egós embert utáld a legjobban, nem? Tehát azt el kell viselnem az egós. Én vagyok az, engem bizony, és akarsz mondani, hogy no, semmi, mondják, hogy te már utálok, az egó az ilyen. Ez az emberiség mérge. Az egó az egyik legnagyobb méreg azért, mert túlnyomták. Nem rossz az egó, ha van mértéke. Nem rossz az egó, ha van szél benne. Mert az egó azért ad biztatást is, hogy ne, gyereki, csináld meg ezt. Az egó az segít ebben. De azt mondod, hogy én minek menjek már, én már annyit megcsináltam, hogy jó vagyok én, onnan már nem vagy vagy. Onnan már másról szól. Az egót a lélek, a szellem azt nagyon jól tudja kezelni, csak az a baj, hogy az elme egy picit nagyon barátságban van az egóval. És általában az elme program az egónak nagy barátja. És miért van az, hogy az elme program zajlik? A lélek programról nem hallasz. Arról nem hallasz. Hallunk? Hallunk, lélek programok vannak? A lélekre mit teszel rá? Elme program, oda csiptetnek minden. Kutatják az agyadat, mindent kutatnak benne. Ide tehet akármi, megnézi a szívverésedet. A legnagyobb központot csak akkor hallja, pak ezt hallja. Közben pedig itt a lélek otthon, erre mit mér? Ezt mindenki maga kezeli. És talán ez az, amire azt mondom, hogy ma a genetikánk alapján mindenkivel föl kell tudnunk venni a kapcsolatot. Az, hogy nem tudjuk, az azért van, mert több ezer év alatt elvesztették ezt velünk, tehát az emberekkel. Én magam is mondom, én nem látom az entitásokat. Én nem mondok ilyet. Tehát te elfogadom valaki azt, hogy látja. Miért nem? De viszont érezni mindenki. Tehát csak én úgy mondom, hogy energia. De az intuíciót rögtön érzi. Hogy az ránézel, és abszolút, végigmész, és abszolút. És én nem látom, hogy vagy nézem egy perc múlva, az aurádat látom. Egy perc, rögtön. Tehát én még ezt nem teszek többet ebben. Azt mondom, hogy jó. Vagy azt érzem valaki, hogy nagyon-nagyon negatív. Azt érzed, nem látod, érzed. Nem igaz, hogy az energiát nem tudod megérezni. Hogy ne? Azt érzed meg a legjobban. Ha ez működne, ami fog működni, hisz amikor azt írják le, hogy miket látnak, akkor azt jelenti, hogy kezdek aktiválni. Nem tudom, hogy azok a szerek, amiket mondanak, hogy milyen csodaszerek vannak, hogy megtisztítod meg, nem tudom meg, mit kopogtatok. Nem tudom, nem gondolom, nem gondolom, ez így működne. Na, szóval. Azért nem érzem ezt, mert pontosan ez a Matrix, az pontosan tudja, hogy ez így nem működik. A természet viszont nem a Matrix alapján él. Meg az állatvilág sem. De a természet, amelyik az állat meg a növényvilág része, ha újra ugyanabban a súlyban helyezzük, hogy tudjuk melyik növény, mit akar, és nem kezdjük el mókoltatni, meg leszólni halálos dolgokkal, mondván, hogy ne egye meg a kukac, meg a féreg, meg a mitomé, meg a gomba,
Lehet, hogy azt kéne tudnod, hogy azt a növényt ne tedd oda, mert az a gombanak a legjobb termelő terület, és akkor azt megeszi. Akkor tudnod kéne, hogy a te területeden, és ebben nagyon nagyobb voltunk, a te területen milyen növényeket kéne tenni. Ma meg össze-vissza tesznek minden mindenhoz. Az egyik ilyen lesz, a más meg ilyen lesz. Az egyiket a féreg eszi meg, a másikat meg a, mit tudom én, a napfény megöli. A meleg. De miért? Mert mindent oda teszel, ahol nem oda való. Tehát itt kezdődik a dolog. Én ezt látom. És ezt gondolom, hogy ez elengedhetetlen lesz az emberiség számára, hogy önmagában rendet tegyen. Már rég rendet kellett volna tenni. Nagyon sokkal, azért örülök ennek a szellemi műhelynek, bár valaki nem örül neki, hogy ez van. De nagyon-nagyon sok ember tudom, hogy jó dolgot hozott be, és érzem róla, hogy jó. És ő is, ha hazamegy, mindig biztatok, hogy csinál tovább. Mint hogy vagynak, csináltok közösséget, csináltok, üljetek le, és jó, ez jó dolog, csináljátok, jó dolog. Beszéljetek róla, nem marhaságot, jó dolgokról. És lehet, hogy a közösség is, bedobjátok az annonakit, lehet, hogy ott nem ismerik, vagy idegen. De meg kell beszélni vele, vagy nem, vagy el kell hozni, vagy olyan helyre el kell menni, ahol már többet tudnak. Beszélni kell róla, mert ő is meg fogja tapasztalni. Jó lélek, csak hát ő abban a részből kimaradt. Kevés az, hogy sétálgatsz a Pirisbe, kevés az, hogy sétálgatsz a Kutyacsen, kevés az, hogy sétálgatsz a egyiptomi piramisba. Ha nem tudsz rákapcsolódni, nem, a séta se jó. Séta. Azért mondtam, hogy én ezt a dolgot én nem tudnám meg aláírni, hogy ott én, nekem fóbiám lett volna. Az az érzetem volt, hogy nem akartam kijönni, ez biztos. És az az érzésem volt, hogy hova kell menni tovább. Csak ott le volt zárt. Akkor azt miből éreztem? Menekülni akartam? Ne. És már rég nem arra áll a piramis, mint amire annak idején tájolták. De az a végén jelző is volt. De sugározni most is sugároz. Csak bizonyos eszközök nincsenek be. Amit visszahoznak is aktív lesz. Ezt amikor kint voltok, egyszer el is verték mondani, hogy lesz az az idő, amikor minden visszaszármaztatik oda, tök mindegy hova korták szét, és egybeáll. Mert az mágikusan van megépítve. Tök igaz volt. Tök mindegy, hogy elvitték egy mecsetbe, vagy egy lakásba, vagy valahol, tök minden, az minden visszamegy. Mert abban a pillanatban ezek visszatérnek, akkor semmilyen templomnak nincs realitása, hogy legyen. Minden. Nem építettek soha templomot. De mit mondanak az embereknek arra korra? Templomokat építettek a cikulában. A cikulát nem templom volt, ez hülyeség. Az iskolának iskola volt, de nem templom. Tetején volt csillagvizsgás. Ez is igaz. Egyiptomban is mindenhol. Bemész, bárhol, Egyiptom, mindenhol ott. Valahol el ismerik mondani, hogy ott egy csillagvizsgáló volt. Van, ahol föld is maradtak a képek. Pedig az már csak az utolsó 3000 év, sőt a Ptolemaiosz az inkább 2000. Miért van az, hogy Nagy Sándor kereste Mardukot? Rét. Amon Ré. Hát persze. Miért ment a Siva oázisba? Azt már nem írták le, hogy miért. Csak azt, hogy kereste az apját. Hát helyétek ott volt az apja, nem? De valahogy volt még egy. Szerintedek ő meghalt? Biztos, hogy az a történet, ami úgy van. Aztán persze valahol elmondják, hogy ez egy rohadék volt, meg ez volt. Miért keresi ott? Kérdezem, elmegy Egyiptomban, miért akar elmenni a Sivat? Az örök életet kereste, örök életvizét. És ki vitte oda? A vízivó vagy mi? Nem jut eszetekbe írtan a Gilgames eposz? Ott is ilyenek vannak, a Gilgames eposzban. És a Gilgames-e kiment? Hát egy mesterséges intelligencia volt félig mendig. Ez félig ember, félig mesterséges, Enkidu. És Enkidu, amikor eltűnt, tehát vége volt, akkor Gilgames is elszomorodott. A gépen elszomorodott. Az azt mutatja, hogy a mesterséges intelligencia pontosan betölti azt a szerepét, amit mi nem tudunk megérteni, a gép. A gép akkor az egy
akkori mesterséges intelligencia volt összerakva. Az volt az ő segítője. És azért adtak neki azt, hogy föl kell ismerje Gilgamesh benne azt, amit akkor nem tudott. És fölismerje, és meg tudta szerelni Enkidut. Megsiratta. Sajnálta. Mi volt a tanítás benne? Becsüld meg. Ha ugyanazt teszik oda, azt nem, nem. Tehát mekkora tanítás van benne? Mert vannak ez Gilgamesh eposzt, nem is ismeri. Talán még el is érhető valahol. Nem tudom, hogy megvan-e valahol, nem tudom. A Gilgamesh eposz az, az konkrétan elhoz, hogy elmennek és hova mennek el. A sínai félszigetre mennek a kilövőhöz. És ott meglátják őt, megsemmisítik, és Gilgamesh. És megsiratja. Pedig ő vezette oda, mert hát őt is ott tervezték. Hát gondoljátok el, hogy mekkora történet, és mit tud az emberiség erről. Ezeket kéne megtanítani, ezeket az eposzokat kéne az iskolába tanítani. És akkor utána jöhet a többi. Az anubai történetét elkezdenek az iskolába tanítani, az emberiség fölállna. Tudod miért? Mert tudja, hogy ki hiányzik. Tanítani kéne. Minden nyelven. Én nem mondom azt, hogy a magyar, én nem mondok ilyet. Csak magyar az... Majdnem azt mondom, hogy magyarul beszélnek. Hát gondold, de ha itt ide jönnek. Csak ezt sem tudjuk képzelni. Az írásunk az miért hasonlított az a, ma még rovás jelnek hívjuk, az ékírás, utána abból lehet érdekes a Sumérba átvitt egy kicsit az ékírásba. Hogy is van ez akkor? Várjál már, akkor a hangtana, hangtanát hol tanítják? Hát nem a izét, a latinizáltat mondom, hangtana van. Adtak egy másik rendet, de azt mondod, hogy egy, azt akkor is egynek mondod, rovás jelbe is, meg hangtanilag is. Nem azért megírod, hogy egy. De egy betűt írnak, akkor kimondod a betűt. Érted? Milyen nagy dolog, és itt van elkódolva, hogy kikkel várják, miért kell várja a Kárpát-medence népe visszajöjjön. Már egy nyelven beszéltek. Ugyanazon nyelven beszéltek. És miért van megjegyezve az, mert ezt Nimrodnak van írva, hogy abban az idejében egy nyelvet beszéltek az emberek. Te még beszéled is, de a telekommunikáció ott volt. Tehát azt a nyelvet, amit ma a magyarok beszélnek, és nem veszítik el a nyelvüket, és nem kezdenek el modernizálni különböző számítástechnikai nyelvekre, meg különböző már ilyen teljesen divat nyelveket csinálni, vagy ilyen slangbe beszélni, akkor ha eredetibe visszatérsz, és ha nagyon régi 100-200 éves könyveket elolvasol, azt majdnem azt mondom, hogy beszéled az ő nyelvüket. Mi tájszólásnak hívjuk, ön meg azt mondom, hogy annak. Nekem adott fel 1700-as könyv. Hát komolyan olvasom. És elolvasom. Ott nem volt még Kazinczy gyerek. Nem volt a Kazinczy gyerek helyreigazítása. Elolvasod. És miért van az, hogy ez a nyelv, ez a... És valahol van egy történetünk. És azért mondom, hogy keressetek rá MRK-t. Meg fogjátok látni, hogy az, amiről beszél a Biblia, az egy olyan időszakban szól, amikor MRK uralkodott. Az 3000 éve volt. Babilonban volt. Nem a Marduk volt. Nem Marduk építette, csak Marduk fejlesztette föl Babilon. Nem ő építette, de ő alatta virágzott. De ha utána menne mindenki a történet, kicsit más is olvasta. Nem csak Zicsin, hanem még tök más is. Meg picit vele meditál, picit vele utazik. Kicsit lecsöndesedve elolvas, akkor rá fog jönni, hogy Mardukot meg Enkit szerették. Enkit tisztelték, Mardukot szerették. És ne lepődj meg, a Mardukot ugyanúgy ábrázolod, mint Jézust. Ne lepődj meg. És még közötte voltak idők. Mind a kettőt szerették. Jézust is gyalázzuk, mert jó, amelyik most viseli a nevét, azt se szereti, csak a nevét használ. Ha szeretné, akkor nem lett volna inkvizíció. Akkor nem lett volna az, ami van. Ha szeretni, nem szereti, használja. Nagyon nagy különbség.
nagyon jól csengett, nagyon jó üzlet lett. Üzletet csináltak belőle. Ebből lehetett az embereket programozni. Odaadtam a vagyonodat, elvetettem a hitedet, mindent. Meg tudtalak vételni. Nézzétek meg, hány ilyen gyülekezet. Nem az a baj, hogy van, az a baj, hogy nem veszed észre, hogy miért vagy ott. Mert a magyaroknak itt a Kárpát-medencére óriási lehetőség ez. És tényleg baromi. És örültem, hogy ma ez elhangzott többször is. Baromi nagy lehetőség. Én többet látok ebben, mint egy pénz. Mint egy új pénz. Nem, hanem visszatér az, akitől származtatod magad, bár el van felejtetve, el van véve, nem tudunk róla, de mikor visszajön, akkor beszélsz a nyelvén, várjál már. Hogy a francba fogod megérteni? Az írását nem tudod, mert azt kéne visszatenned. De beszélsz vele. Tehát amikor azt kérdezik, hogy beszélhettek ők, hogy beszélsz te? Hogy van az, hogy a tájhozva magyarul megértettek? Várjál már. Hogy van az? Meg az írás le fogják folytani, hogy voltak a jelek, amit stimmeltek. Hogy van az, hogy megértik? Hogy van az, hogy a bolygó több helyén a magyar szavaknak van neve? Vagy Iránban? Az nem is beszélek. Hogy van az? Hogy van az? Azért, mert az az eredeti nyelv. És ezt egy pici mag népe hordozza. Mindig mondjuk mag népe vagyunk, de mi jön ki a magból? Ki tette le a magot? Ez a lényeg. Ezért kéne tudni ezt a történetet. És engem ezért 7 éve kezdtem el ezt. Már 7 éve volt. Aztán volt egy tévé, ahol 5 éve volt. Annyira kiemrudalták a dolgot, mert belementünk abba, hogy jaj. Mert legalább kitere ráismert mindenki, hogy itt akkor az a történet elcsúnya, el meg menni más irányba. De én nem tudok róla, hogy én vala azóta elővettem volna egy könyvet elolvasni elő. De minden könyvem megvan. Ami van. És azt mondom, hogy ha adnak ki újat, az is meg lesz. Mert gondolom, hogy szerepe van abban, hogy miért találok rá. És ha neked egy könyv jut a kezedbe, annak oka van, hogy miért jut a kezedbe. Szerepe van, dolga van veled. Ne told félre, dolga van veled. A dolga van veled, nem tudod akkor. De arra a pillanat, amikor rájössz, hogy miért volt a dolgod. Mindenkinek készen kell lenni, hogy dolga lesz. És ezzel a történettel dolgunk lesz. Magyaroknak, én nem az angolokhoz beszélek, meg a mit tudom, a svájciakhoz, meg a spanyolokhoz. Én erről beszélek. Kárpát-medence népe, gyere haza, magyarok, gyertek haza. Dolga lesz. És ezért kell hazajönni. Nem azért, mert én mondom, és akkor ne kezdjünk bele abba, hogy élsz meg. Ha nem ez lesz a dolgot, hogy élsz meg, hanem az lesz a dolgot, hogy újra fogják indítani a bolygón. És lehet, hogy pont ez a mag népe lesz az, ahol a 6. gyökérfát újra tudják indítani. Mert még van tiszta magja. A mag népe a tiszta magja. Le fogják szarni, hogy mi van. A mag megmaradt-e. A mag nem marad meg, nincs értelme újraindítani azt a fajt. Lesöprik. Nem a bolygó, nem a bolygó van a fajért, a faj van a bolygóért. Azért tették ide, ezen a bolygón ezt a fajt ki lehet nemesíteni, ki lehet fejleszteni. Belefér az, hogy van ilyen, olyan, amolyan. Belefért az, hogy vannak különböző elfajzott dolgok benne. Belefér. Ez csak a te érzelmeidben jelenik meg, hogy vannak különböző kentaúrok meg. Ez az érzelmei játszod. De magában a történetben ez a fejlesztés része. Tehát tökéletes emberre mentek rá, és az Ádám és az Éva történet a tökéletes ember volt. Föl is ruházták a tudása, az élethossza, a genetikával, az ismeretekkel, mindennel. Mai napig él. A tökéletesre vitték. De az volt a feladatuk. Az, hogy volt benne olyan kreátum, amelyik nem volt sikeres, az csak az érzelmeidnek fontos. Azt a teremtésbe a végtermékkel. A tökéletes. A serejtnek nincs szerepe. A serejtet te is a kukába dobod. Ha valami serejt, vagy nem az, akkor azt nem sajnálod, kidobod. Ezt most csúnyán mondom el, de az az ember, amely nem hozza azt,
abban a laborban, ami volt. És ezt nem érték meg, és amikor beírnak valamit, mindig azt mondom, hogy kérlek, tanulmányozd a történetet, mert nem tudom elmesélni különben. Ha nem veszel fáradtságot, és nem olvassál, mondjuk legalább a Teringer könyvet olvassál, ami a legkeményebb ebben. És mindig elmondja, hogy a 16. fejezette kezdem. Akármilyen ismeretlen világban vagy, megérteted vele. Én is úgy kezdem el, hogy egy percig beszélek, annak, hogy 10 percig a itteni. Itt is így mondom el. De mindig ott lehet érezni, hogy ott van benne tapintható, hogy mi a kapcsolat. Mi a kapcsolat. A kapcsolat a lényeg. Nem az, hogy én mit mondok, a kapcsolatot megérzed-e. Tehát amikor azt mondjuk, hogy de igen, de mennyi, miket csináltak, meg ez, meg nem rabszolgát csináltak, tévedés. De amikor selejt van, amikor te csinálsz valamit, amikor te is teremtesz valamit, és nem sikerül, akkor mit csinálsz? Elteszed egy vitrínbe, és ott fogod őrizni? Kidobod? Vagy átalakítod mássá? Tovább alakítják. Lehet, hogy az el lett cseszve, csináltak belőle egy másik fajt, ami, mit tudom én, arra volt akkor jó, hogy ott a bányában legyen. Neked az van írva, hogy azért csináltak annak, hogy legyen őket kiváltsa valami. Az ő dolog, ő ötletük volt, hogy ebből a fajból egy tökéletes lehet csinálni. És amíg nem, azt megtanították arra, hogy csinálják meg azt. Nem azért, mert ez volt a gyönyörűség, hanem ezen a bolygón ez egy feladat volt. Ezt a feladatot ők megcsinálták. A igazi gond az emberisége nem az volt, hogy ők mit csináltak, ma az, hogy ott ugyanazon a csoporton belül volt egy másik gondolkodás, ami az Enlili vonal volt, amit a mesterséges intelligencia Jákvéval összehozott, hogy tönkretett a produktumot. És csináltak ebből a fajból egy ilyen tengődő betegséggel, rövid élethosszal, egóval, őrülettel tengődő fajt. Egy félelembe élő. Ez fogja megváltoztatni az Enki Marduk-féle csoport a visszatér. Mert visszakaphatja, és a magyaroknak azért baromi fontos, és nem tudod az erre, tényleg mindig csak ezt tudjuk mondani, hogy azért fontos a magyaroknak, mert ő beszéli a legjobban az ő nyelvüket. Nem az írásodban, a beszédedben van benne. De már ez is nagyon sokat torzult. Tehát ahhoz, hogy mi vissza tudjuk kapni, hogy vissza kéne kapnunk, az eredeti nyelvet vissza kéne vezetni. Több száz éve még írtuk. Ma már nem is értjük szinte. Több száz éve. De biztos, hogy nagyon sokat meg tudunk érteni belőle, még a torzított nyelvünkkel is, mert a lelkünk meghordozza hozzá az egészet. Tehát föladja a szellemnek a dolgot. Nem tudod mondani, tehát hangtanilag nem tudod mondani, de tudod, hogy miről beszél. Lehet, hogy nem mondod helyesen, hogy szép, te, amikor azt hallod, hogy szép, ki tudod mondani, hogy tetszik. Szavaid vannak rá, valamelyik szóval megérted azt, amit akarok mondani. Mindenre azért van 10-20 szavunk. Gondoljatok el, egy csoda volt. És értitek, ez egy csoda. A nyelvébe él ma meg. De lelkileg kötődik a nyelvéhez. Mert a nyelvével fejezte ki azt az érzelmet, amit benne volt a lelkében. Nem makogott ez, meg pattintott, ez egy baromság. Az, amelyiket itt maradt a negyedikből, pattogatott a kukorica volt. Igen, pattogatott, csiszolta a követ. De előtte, még mielőtt learadták az egészet, kivonták a fajt, azok a legmagasabb szinten voltak. Nem is tudsz róla. Csak néhány olyan csatorna megy, amiben szoktam nézni a... Már most már tényleg már hónapok óta nem látom ezeket, de van az oldalon rajta vagyok, látom, amikor néhány ilyen van, amíg ilyen idegen civilizációkat mutat. Nagyon jó, csak ők is megállnak egy ponton. Én nem látom, hogy mindig megállnak. De elmagyaráznak egy nagyon jó történetet, és úgy várom, hogy na, lépjünk tovább. Na, még úgy, nem, és valószínű, hogy ott nem lehet. De a te tudatodban túl tudtál menni rajta. Szellemileg abszolút tudod követni. Le tud kötni a szellemedet, leköti. A lelked meg ott nyomja neked, hogy mi az ott, és mondja neked, hogy mi van. Szavakban meg tudod úgy formázni, hogy nem mondod ki. Basszus, az egy ez. Érted? Ha azt mondod, hogy annól, aki több messze vagyunk, hát akkor barára meg. Barára. Neveinkben benne van. Egy csomó entitásnak kéne tudni a következő korszakaikban nevét. Csomó. Mardukot nagyon meg kéne tanulni az ember, a magyar embereknek. Nagyon meg kéne.
meg aki a Szárpárit. Az a felesége volt, a társa. Tudsz róla? Vagy arról tudsz, hogy Isztár is? Később? Szemirámisz? Arról már tudod? Várjál, már várjál, mindig bőn, mindig korszakokba megy. Mert mindig az adott korszak. De él. És mit hallasz ma, mit tud elfogadni egyről az ember, hogy Jézus visszatér a második eljövetelre. Mindig visszatér, basszony. Csak más néven volt. A legegyszerűbb szinten tért vissza ahhoz, akkor a korhoz. De ma állítom, hogy az a most rosszabb, mint amikor a 2000 éve volt. Most, mert akkor nem volt akkora gyűlölet, mint ma. Na azonnal fegyverfogok, meg zsoldos, meg izőgom, meg küldöm a drónt rád, meg minden. Értitek, hogy mi győzi le ezt a gondolkodást? Egy sokkal magasabb technológia. Az jön most. Ami lekapcsolja az összes rakéta kilövőt, az összes lekapcsolja. Az, amit te nem tudsz, hogy mit, mindjárt értelmet kap. És itt a Kárpát-medencében a kezét adják. Vagy legalábbis arra méltónak. És behelyezik itt a Kárpát-medencébe azokba a pontokba. És ha véletlen az a Bucsek, meg a Pilis, meg a Hargita. Tért. Tudjátok, én csak mondom. Vagy a Balkán tele. Mindegyik útra úgy megyünk ki, hogy utaztatjuk a képzelet, hogy egy piramis, és miért nem lehet bemenni egyikbe sem? Nem attól engem kímélni kell, hogy most olyan történik. Csak akkor történik vele valami, ha neked, akkor neked történnie kell. Neked nincs dolgod, nem történik veled semmi. Ebben biztos vagyok, mert nem egy úton voltam. Akkor tudtam befeküdni a szarkofágba, amikor nekem be kellett. És onnantól egy több sok dologra elkezdtem beszélni. És addig nem volt kedvem bemenni is. Akkor bementem. Ma pontosan tudom, hogy Jézus, az miért vitték oda? Egy-egy beavatás, igen. Persze. Mert dolga volt benne. Az a szarkofág, az ugyan olyan eszköz, mint amit ismersz, frigyláda. Én szerintem a korona is egy ugyanilyen kommunikáló eszköz. Mert az is az ott, mert én is hallottam, ezt hallottam. És ott állt egy csomó, és benne ott a kamerát. És lehet, hogy megfordultam volna, akkor mást hallom. Mert mondjuk annyi idő meg, miért nem lehet befeküdni össze, mit rongálsz meg, ami állítólag 6000 éve van. De hát az, mondjuk az, hogy 30 és 60 ezer éve. Ha az alatt ez kibírt, akkor az a kis beugrás biztos kibírja. Miért tettek bele akkor már mindenféle szerkezetet, hogy vegyen valami rezgést? Már akkor betettek egy, ott abba a teremben be volt, nem is egybe, hanem kettő vagy három, akkor betettek olyan berendezéseket, ami a láthatatlan jeleket leveszi. Miért? Páratartalmat mértek? És kamerát? Mit mérnek? Mit viszel el egy üres szobában, mit viszel el? Mit? Kamera mit néz? Egyszer odaadnák a felvételt, amit látott? Vagy azt a szerkezetet, hogy miért? Megmondták volna, hogy miért tették be? Azért mondtam, hogy ezt az angol históriát ezt lehet így is nézni, hogy nem érdekel, lehet úgy is nézni, hogy ellenség, csak az a baj, hogy egy magyarnak nem így kéne nézni. A mag népe. És ha más nem, az veszi be jut, hogy ez miért akarja mindenki kipusztítani, már a jelenlegiek közül az irányítás. Azért, mert pontosan tudja, hogy ez az a mag, amiből adott esetben újra sarjadhat. És ez az a mag, amit megérkezik az, aki tudja gondozni, tudja, hogy megnyitják a genetikádat, mondjuk, kinyitja, visszaállítja, mert ki van nyitva, csak tudja róla, te is élhetnél most több száz évig. Tudsz róla? Én csak 125-öt mondtam. Több százig. Mi akadályoz meg? Azt mondják, hogy a sejteid? Hát ha 7 éve megújulnak, akkor hadd kérdezzem meg tőled, akkor megújulnak 107 évet is, nem? Hát végig. Mi akadályozza meg? A gondolkodás. De akkor le kell térjél azokról az elvárásokról, amit ez a program ad. Mert ezzel az életmóddal, ezzel a bedvitt anyaggal
nem tudod megújítani, mert ez nem indul el. Azzal, hogy ösztönösen most vonzódsz az eredeti felé, vonzódsz a tiszta felé, az egy lépés arra, hogy elinduljál oda. De kérdés, hogy megeteszed, de a következő lépést, hogy azt is használod. Vagy azt mondod, hogy jó, azért vannak a kapszulák, azért vannak a drazsék, azért vannak ezek, azért vannak azok. Ha nem tetted meg a lépést. De ahhoz nem kellett kapszula, mert drazsék. Ott volt az eredeti. Mit kéne, miért mondom azt, hogy egyesíteni kell a területet? Mert ez egy ugyanaz. Mit kéne visszatenni? Minden vezetőnek minden pénzt vissza kell tenni. Nem bankot nyitni, visszatenni. Vissza kell állítani a genetikailag tiszta élelmiszert. Saját területén, saját genetikával, eredetiben. Mind megvan, Erdélyben őrzik az összes eredeti magot. Ott meg el van téve. Ott őrzik. Érdekes módon. Vissza lehet adni. De tudni kell azt, hogy az Alföldön ne akarj olyat, ami hegyvidéki. Ne fenyőfát ültsön az Alföldre, hanem gyümölcsfát, meg szőlőt, meg oda a barackfát, meg ez, de meg amit kell. De ne a narancsot kell próbáld meg kivitelezni. Mert nem az kéne. Mit csináltok az itt lévő emberekkel? Déli gyümölcszabáló lesznek. Mert neked a C-vitamint a citrom biztosítja. Nem a C-vitamint, az itt lévő növényzet is biztosított. A csipkebogyó érdekes, ott volt. Az epred ott volt. Helyette elvész, egy olyan hozott be olyan helyről, ahol nap nem járta, csak az infra. Abban már csak az, a leve az epred, de a vitamin az nincs benne. Ehhez viszont nagyon ott van neked, hogy bemehetsz egy boltba, és megveheted a C-vitamin 1000-1005-ös kapszulárot. Biztos, hogy ez az utat? Mennyit élvezel, míg lenyeled a kapszulát? Így. Na? Meg teljesen föl se szívódik. Hát persze. Értitek? Tehát rendbe kell tenni ezt a dolgot, és abban a pillanatban, amikor ez megvan, akkor rá fog mindenki jönni, hogy ez az annak história, igazából ez te történet, te rólad szól, minden magyar emberben ott van. Vagy aki velük kapcsolatban áll. A Kárpát-medence népének 1000%-ban ott van, és a legnagyobb hibát követi a Kárpát-medence népe, ha nem köt azonnal egyességet, és nem hajtja be az asztalhoz az összes érintett terület lakossága az ott lévő vezetőit, és ott azonnal aláír, és megszüntette ezt a területet. Értitek? Abban biztos vagyok, hogy ez a legjobb. Nem. Ez a legfontosabb rész. És akkor én azt kell mondjam nektek, hogy a legtisztább genommal rendelkezünk. És még a nyelvünk még őrzi is. Tudsz-e valakit, aki tudja így mondani? Nem. És mindenki hitetlen benne. Mindenki. Magyarok is nagy része, de a magyaroknál nagyon sok ott van. Nagyon sok ott van, akiben, és csak az a dolgom, nem több. Én nem akarok senkit győzködni, nem akarok senkit megtéríteni, nem akarok senkit semmire. Csak az, hogy olvasd el, hallgass meg. Tudj róla. És kezdek kutatni. És a nyelvedben ott fogod megérted az egész szöveget. Angolul nem fogod megérteni. Miért fordítják? Nem azt csak azért fordítják le, csak ilyen nyelvről, olyan nyelvről, mert magyarul érted meg. Mert magyarul meg fog benned jelenni egy kép. Angolul hiába tudsz. Aki tudtok angolul, olvasd el angolul azt az oldal, és olvasd el magyarul. És mondjátok meg, hogy ugyanazt fogod lehozni angolul, azonnal átteszed magyarra. Hogy várjál, ez ezt jelenti, van vagy egy. A van az egyet jelent. De az egyet nem mondod azt, hogy van. A tudatalattid azonnal helyére tesz mindent. Milyen érdekes. A tudatalattid teszi helyére. Ha egyet kimondod, az nem mondod, hogy van. De a vánnál nem azt volt mondani, a van, az egy, akkor egy íző. Így van? Rögtön, ha így olvasol. Magyarul meg tudod olvasni, és itt térek vissza, amit az elején is elmondtam. Tök mindegy, hogy a Zicsi ki volt. Örülj neki, hogy kiadta a könyvet, és légy hálás ezért, hogy engedték, hogy kiadja. Igaz, élete végén visszakadtak mindent, de hál' Istennek a tanítványai folytatták az útját a dolgoknak. Az is igaz, hogy ma már nem adnak ki könyvet, annak meg oka van, mert annyira szidott, hogy ilyen-olyan, akkor miért nem folytatják? És ma egyre kevesebbet adnak ki ilyet. Egyre kevesebbet. Hál' Istennek van vagy 10-12 ilyen könyvem, tehát pontosan tudom, hogy nem csak Zicsin van. De elsők között ott volt, és borzasztó rossz megközelítés, mint az, hogy jó, hogy milyen titkos társaság. Figyelj, ha én titkos társaságban tartoznék,
Valaki írta pont egy kommentet, hogy a Miklós nem tartozik egy titkos társasághoz? Most mondom, hogy nem. De tartoznék, akkor se lenne nekem ez gondom, ha nem egyezi az bennem, amiért ezt cseszem. De miután látom, hogy az összes titkos társaság csak egy bizonyos dolgot csinál, ebből én ebből nem vágyatok oda. Mert miért vágyak oda, ahol eleve tudom, hogy korlátot tettem. Én nem titkolt tudást akarok, meg rejtett tudást, én azt mondom, hogy az, ami van, az hadozhassam meg. Ha ezt én nem oszthatom meg, akkor nekem nem kell oda menni. Akkor majd rájövök. Vagy valaki elmondja, és tovább gondolom. De az viszont nekem nem kell kötöttség. Nem akarok belépni, nem akarok semminek a tagja lenni. Ha eddig nem kellett, ezután sem akarok. És gondolom, hogy talán ezért tettem meg ezt az üzenetet, amit küldtek. Mert van, aki több ezer kilométer is tudja, hogy te mit csinálsz. Mert ugye a telepátiában nincsenek határok. Ha el tudsz utazni. Nincs idő. Nincs idő. És azt a véletlenül nem üzeni egy elmegyógyintézetes. Ugye? A pszichiátriáról nem ezt üzenik ki, nem? Volt itt olyan előadó, aki a pszichiátriát megjárta, igen, mielőtt leoltottál, sikerült kivinni. Igen. Igen. Az nem ezt üzeni. Miért pont ez? Jókat nálam lenni? Nem, látta, és csak egy üzenetet át kell adjak neked. Most innentől a legnagyobb hibát én követem el, amikor azt mondom, hogy ez hülye. Gondold el, hogy ha te kapnál egy üzenetet, vagy te, hogy ezt kell átadni, és te már tudod, hogy én lehülyéztem azt is, aki adta. Átadnál? Nem mernéd, azt mondod, hogy nem merem elmondani neki. Örülök, hogy átadta. És mikor az üzenetet elolvastam, azt jutott át, hogy megkaptad. Folytasd tovább. Nem azt, hogy ő mit, nem. Folytasd tovább. Mert ez a dolgom. És nektek is sokatoknak ez lesz a dolga. És azért ragaszkodjunk a nyelvhez, és nagyon ragaszkodj hozzá, és minél tisztábban, minél. És ha azzal a nyelvvel gondolod végig, amit le van írva abban a pillanatban, mindenki számára a napnál világosabb lesz, hogy ami jön, az mi. És meg fogjátok látni, hogy nagyon-nagyon sok népcsoport nem tudja mi. És ők azt hiszik, hogy ők most ők a fönn a csúcson vannak. Mert akik viszont leblokkolták, azok pontosan tudják, hogy milyen. Te viszont várója vagy. Az viszont nem biztos, hogy érünk neki. És szerintem jobb abban a várakozásban lenni, hogy végre újra visszakapod mindent. Tehát a mag népének ez az értelme. Mondd be nekem, hol beszéltek ilyet még? Azt hallottad már mag népeik. De melyik magnak? Meg miért pont ez? És a neveink meg ott árulkodnak. Amit nem a... Miért nem Egyiptomban mondják? Be jól is hozzá tartozik. Miért nem azt mondják, hogy ott? Miért nem azt mondják, hogy ott a mag népe? Gondolj végig. Egyszerű. Miért nem azt mondják, hogy ott a mag népe? Miért itt? Picit kéne a tudat alatt is betogni. Picit. Nem kell sokat. Miért ez? Miért vagyok? És akkor értelmet kap, hogy a mag népének miért itt van a gyökere? Miért nem kószál már vissza ide? Miért nem jön már haza? Nem az az ő sorsa pénzkereső automata legyen, hanem az igazi sorsa az, hogy a következő ciklusnak ő lesz vagy a magja, vagy nem lesz következő humanoid ciklus. És akkor a hatodik gyökérfaj valóban fölállította az oszlopokat, azokat az nem tudni milyen anyagból lévő oszlopokat, és az már lehet, hogy mit, nem tudod milyen anyag, és akkor lehet, hogy értelmet nyer, hogy 2065 Új-Ázsiában az meg tudja. És te már, mint humanoid, már nem kell tudjad. Hogy nincs meg az oszlop? Mert még van humanoid. És a Kárpát-medence népének nem állítottak oszlopot. Romániában volt le, hozzánk lett. Hol van? A humanoid. Mindenhol le van téve a következő hatodik gyökér, ami nem humanoid, de azok állították. Tehát le van a faj, de nem vett át a bolygót.
mert igazából ez a humanoid fajé lenne. Továbbra is egy újabb terület. Ha visszatér a Nibiru, akkor majd maximum az van, hogy zárjuk ezt a történetet, és onnantól azt a fajt fogjuk generálni. Tehát új Ázsia 2065-ös faját, amelynek az elődjei oszkálnak már. Miért kell ezt csinálni? Borzasztó veszteség. És a magyar emberek hitrendszere meg politikában dagonyáznak. Ebbe vecsédi az idejét, ezt a baromi drága idejét, hitrendszerekben, meg politikában dagonyázik, meg gyűlöletben, meg félelemben, meg háború és balhékban. Miért nem fog már összekápezni minden országában, minden népcsoport, ha egyszer ide van rendelve? Több mindegy, hogy román, tót, szerb, horvát, akárki, magyar. Több mindegy. Ez a terület erre született. Aki ide vett, leteremtve, ide született, annak itt van dolga. Most pedig elszámoló évek jönnek. Hát ez a rendező év. A politika rendezi le. Ezt szerettem volna ezt elmondani. Hogy van kérdésed? Érthető? Ez az írásunk lényege. A magnépének ez a háttere. Többit lehet okoskodni, hogy ilyen-olyan. Persze. A mag, mi a mag? Lehet mondani, hogy Hunszkíta. Mindent lehet mondani. De mi a mag? A szkítát is 3,5 millióra tudod mondani. A mag. 3,5 millió. Hát 1,5 milliárd éve van itt az Anunnaki, ez a csoport. 1,5 milliárd éve, gondolj azok bele. Akkor 3,5 millió év az mennyi ebben? Valami sok. De ahhoz mennyi? És akkor erről beszéltem, most erről a társaságról. És akkor, ha nem válik be, akkor higgyetek a következőt, nem biztos, hogy ők fogják. Lehet, hogy az egy másik csoport fogja kezelni. De kell lenne a humanoid. Kell lenne. Mert egy nagyon-nagyon fontos kreatum. És itt nekem mesélhet mindenki, hogy néz ki a teremtő. A teremtő úgy néz ki, mint te. Mert ne másnak képzel, önmagadat helyez bele. És ha bele tud magad helyezni abba, hogy olyan, mint te, akkor tiszteld meg önmagad. Mert az a legnagyobb dolog, hogy önmagát megbecsül az ember. És akkor megszűnik ez a kicsinyes érzés, hogy én kicsi vagyok, senki vagyok, izé vagyok, szolga vagyok. Ne. Ha ránéztek az egyiptomi történetre, arra a képre, ahol egy érdekes, inkább női karakternek látszó, tanította ott az iskolát, ott van, beletettem a csoportba a képet, de majd kipasszol. Gondoljatok el, hogy a falakon, ha kimentek Egyiptomba, ilyet láttuk a falakon? Már nem. De a földön kívüliek azok ilyenek. Ott már, kiket látok? Fekete fejűeket. Azonos időszakot látok, mint ami Sumérban volt. Fekete fejűek. Mi van az eposzokban? Megteremtették a fekete fejűeket. Hát az volt a úgynevezett csúnyaszó a szolga, de nem beszéltek tovább a nem fekete fejűekről, aki a tudás hordozó volt. Én nem tudok róla, hogy a magyarok fekete fejűek voltak. Tudás hordozó nép. Nem szolganép. Sose volt szolganép. Sose. És a szolgálvá nyomják. Szolgálj. De kit? Na. Ezért van itt ez a nagy érdeklődés mindig a területre, hogy a szolgát be kell tolni tovább, tovább, tovább. Mert ez tudatára, mert mag népe megkapja kintről ezt a segítséget, és egy picit még hozzáteszi önmagát, abban a pillanatban itt újraindul az egész. És akkor már ez egy másik világ. És hogy legyél büszke, hogy magyar. És hogy a Kárpát-medencébe élsz. És mindenki, aki itt él népcsoport, legyen büszke. És mindenki a mag népét fogja gyarapítani. Ez a legeslegfontosabb. Amikor büszke lett valaki a hazájára, a szülőföldjére, a múltjára. Ezáltal önmagára. Az ős is. Köszönöm nektek. Köszönjük.